Vas Albert, ember az országút szélén. Felolvassa Lukácsi Katalin. A réten még volt virág. Egy sárga, jelentéktelen virág. Egyike az utolsónak, azon a régi, szomorú őszön. A virág mellett ember állt. Kissé föléje hajolt, különös és szokatlan látvány volt. A görbe göröngyös úton lassan döcögött a szomorú szekérsor. Menekülők szekerei voltak. Mindannyian menekülők voltunk azon az őszön. A réten túl tarlók hevertek, szürkén és szintelenül akár a holtak. Volt valami bajjóslatú abban az élettelen elnyúlásban. Igen. Szinte azt lehetne mondani, a halál lapult abban az estében, akkor. Ahogy a szekerek kerekei recsegtek, csikorogtak és nyögtek, s ahogy az ősz egyre sötétebbre fakult a reánk boruló szürkület alatt. Igen, a halál lapult abban az estében. Hallani lehetett az ágyúkat. És a réten ott állt az ember, kissé a virág fölé hajolva, mozdulatlanul. Mint valaki, aki megakadt egy gondolaton. Nagyon különös volt, ahogy állt ott az a nagy darab ember az országút szélén, és nézte a virágot. Aztán hirtelen egy gyors, szinte éles mozdulattal lehajolt és letépte. Utána körülnézett, és a szeme megakadt rajtam, mintha egy pillanatig tűnődött volna. Aztán lassú, fáradt léptekkel megindult felém, és a kezében ott volt a virág. Ez az utolsó, mondta az ember, amikor megállt mellettem. Hangja mély volt és nyírkos, mintha megáztatta volna a köd. Valamire emlékeztet ez a hang. Igen, feleltem kissé elfogódottan, s közben olyan volt, mintha egy másik hangot hallottam volna, egy hasonló és mégis más hangot, és éreztem lassan a könnyeket fölforrósodni a szemeim mögött, és akkor már tudtam, apámnak volt ugyanilyen hangja, amikor búcsút vettünk. Igen, mondott a virágos ember, és mélyen fölsóhajtott. Ott lent már a határ, az erdőnél. Látja az erdőt? Itt véget ér Erdély. Arra néztem, amerre nagy csontos ujjával mutatott. A domblábánál feketén húzódott az erdő. Arra kanyarodott lefelé a szekérsor is, és az eleje már elveszett benne. Túl az erdőn nem látszott semmi. Csak az ősz párái, ahogy szürkén alálógtak az égről, és semmi. Az erdő ott lent sötét volt, de nem úgy sötét, mint az olyan erdő, amelyik zöld. Szürkén halottan volt sötét. Lassan haladtunk a szekérsor mellett lefelé. A kerekek mélyen belevágtak a fölázott agyagba, a sovány fáradt lovak lógó fejjel feküdtek neki a hámnak. Valahol egy ember káromkodott, és egy gyerek sírt. Az út szélén előttünk egy szomorú sovány kutya ügetett, ázott szőre tele volt bojtorjánnal. A szekereken batyuk púposodtak, dunyhák, zsákok, takarók, ládák. A batyukon lehorgasztott fejű sápat asszonyok ültek, ide-oda billent a szekér, döccenésük után a kezük görcsösen markolt valamit, egy vödröt, egy batyut, egy gyereket. Újkor távoli dördülés rázta föl a szekérsor egyhangú zaját, és látszott az arcokon, hogy valamennyien tudták, a hidakat robbantották föl mögöttük a katonák. A hidakat, amelyeken még talán vissza lehetett volna térni. Az én szekerem elől van, mondta az ember, már bent az erdőben, talán már
túl. Tudtam, hogy Erdélyre gondol, és a gondolatát éreztem fájni magamban bent. Szótlanul jött mellettem. A virágot a kezében tartotta még mindig, nagy esetlen markában óvatosan fogta, mint ahogy valami olyasmit fog az ember, ami szent. Megnéztem oldalról. Magas, csontos ember volt, olyan 60 év körüli. Szögletes arca borotválatlan, fején vedlet vadászkalap. Durva, házi szőtt posztóból készült ruhát viselt, amely nehézkessé és ormótlanná tette. Szerettem volna látni a szemeit, de lehajtott fejjel a földet nézte, és csak sört és sűrű szemöldökeit láthattam, melyek vörös szőkélyek voltak, mint az állán mutatkozó harmadnapos szakál. Csapattal van? Kérdezte hirtelen, és rám nézett kutatva. Vagy talán... Ekkor láttam meg a szemét. Kék volt, egészen világos kék, majdnem zöldes kék. És volt benne valami megmagyarázhatatlan. Igen, feleltem. A századom ott van a dombtetőn, egy tanyán. Tegnap bevetésen voltunk. Ma reggel váltottak le. Holnap talán megint. Az ember sóhajtott. Igen, ismerem ezt. Elküldték valahová? Nem, csak járni akartam egyet. Megláttam ott lent az erdőt. Az ember bólintott. Igen. Az erdő. Ismerem azt, amikor az ember az erdőt keresi. De ez nem olyan erdő. Csodálkozva néztem rá, és ő megrázta a fejét. Nem, ez nem olyan erdő, meglátja majd. Ismeri talán azt az erdőt? Nem, de tudom. Aztán, hogy meglepett arcomat látta, hozzátette még. Mert ott végződik Erdély, abban az erdőben. Azért. Ahogy közeledtünk az erdőhöz, egyre tisztábban éreztem, hogy az embernek igaza lesz. Az út kanyarodva haladt lefele a dombról, némelyik kanyarnál latyakos kátyúba verődtek a szekerek, és sárga sárlé messzire szétfröcskölt a lovak lába alatt. A domb lábánál mozdulatlanul örködött az erdő. Mozdulatlan volt és szürke. Lomptalan tölgyfák borzolt ágai meredtek bele a párás estébe, már messziről érezni lehetett, hogy nyírkosak és mohaszagúak, és érezni lehetett mögöttük valami élettelenséget, valamit, ami olyan volt, mint egy koporsó. Igen, ahogy közeledtünk, egyre tisztábban éreztem, az embernek ott mellettem igaza van. Az erdő ott lent olyan volt, mint egy koporsó, amelynek beszögezték már a födelét. A domb alatt már nem hallatszottak olyan erősen az ágyúk. Valahol magosan, az ég szürke párái fölött gépek rummogtak. Az egyik szekeren egy 10 éves forma, sovány gyerek, szakértelemmel mondta. Nehéz bombázók. Csengő tiszta hangja elszakadt a szavaktól, amiket mondott, és emlékeket ébresztett bennem. Pacsirta, lepke, jegenye. A magam gyerek hangját hallottam, amikor apámmal ültem a vadászkocsin, s a két szürke szorgalmasan futott velünk keresztül az őszön nagyapámék felé, és én mondtam csengő lelkesedéssel mindent, amit láttam. Pacsirta, lepke, jegenye! És a szavak mellett ott éreztem számban a borízű alma ízét, ami nagyapámék kertjében termett. Istenem, gondoltam, milyen nagyot változtak a szavak azóta, milyen nagyot. S mi minden kellett történjék ezen a földön, hogy a pacsirta nehéz bombázóvá változott a gyermekek szájában. Aztán megéreztem az erdő szagát. Meg kellett állanom egy pillanatra, hogy lélegzetet vegyek.
kesernyés őszi avarszag volt. Könyvfakasztóan ismerős szag. Sok-sok ősznek az illata együtt, amikor apámmal jártuk kettesben az erdőt, puskával a vállunkon, s körülöttünk vidám vadászkutyák kajtottak a sűrűben. Az ember is megállt. Hát, itt vagyunk, mondotta halkan, és hangja reket volt és súlyos, mint egyike azoknak az ázott barna leveleknek, amelyek elkésve hullanak alá a fákról, s az embert emlékeztetik valamire. Benéztem a fák közé. Nyírkos avar, egy-egy bokron fönn akadt sárga levél, sötét fatörzset, mozdulatlanság. Valahol az emlékeim mélyén kopók csaholtak, nyúlszökkent hajdani avarban, s apámat láttam puskával a vállán, régi zöld kalapjában állani az erdő szegélyén, és arcán folytak lefele a könnyek, bánatom könnyei. Mellettünk nyikorogtak a szekerek. Az egyik szekéren dunyhák és paplanok között egy asszony feküdt. Arcát belefúrta a színes rongyokba, és sírt. Sírásától megnehezült a szekerek mozgása, a lovak lába, az este is a szürke őszi ég. Egy bajuszos sovány férfi káromkodva szitta a lovakat, az utat és az Istent. Aztán ez a szekér is elhaladt, és újak jöttek. Menjünk beljebb, szólalt meg hirtelen az ember, és választ se várva megindult be a fák közé. Szó nélkül követtem, ma sem tudom miért. Lassan haladt, s ahogy hátulról néztem a vállait, láttam, hogy öregek. És arra gondoljak, hogy olyanok voltak apám vállai is, olyan előre roskadók, amikor utoljára szorítottam meg a kezét ott a házunk előtt, nem is olyan nagyon régen. Akkor is hallatszottak az ágyuk, ugyanúgy hallatszottak messziről, de félelmetesen, mint ami elől nincs kitérés. Istenem, gondoltam. Vajon, és nem mertem tovább gondolni. Mentünk a fák között. Lábam alatt éreztem az erdő puha földjét. A szekerek zaja elmaradt, már csak a csönd volt, és messze valahol az ágyúk, és akkor az ember hirtelen megállt, és szembefordult velem. Az ember nem szabad gyáva legyen, amikor arról van szó, hogy végig kell gondolni valamit. Azt hiszem, elsápadtam. Legalábbis úgy éreztem, hogy elsápadok. A kezére néztem. Még mindig ott tartotta a virágot, köhögnöm kellett előbb, hogy megtaláljam valamiképpen a hangomat. Nem, mondottam, nem lenne szabad, de nehéz. Az ember a virággal a kezében bólintott, aztán körülnézett. Kis tisztáson voltunk. Görcsös nagy tölgyfág állottak körülöttünk, és mesztelen ágaik között didergett a csönd. Odébb egy szürke röng hevert, esővert volt és vén. Üljünk le, mondotta a virágos ember, és sóhajtott. Oda mentünk a rönghöz, és leültünk. Két kezemet összekulcsoltam, és föltámasztottam így az államat. Benéztem messzire a fák közé. Nagyon messzire, az otthoni erdőkig. Apámat kerestem a fák közt. Valahol halk csöppek hultak a fákról. Olyan volt, mintha sírt volna valaki. A köd csöpögött, amit az őszi est alányomott az erdőre. Az ember a virággal mozdulatlanul ült mellettem. Ő is nézett valahova, ő is keresett valamit a fák között. Aztán sóhajtott,
Belenyúlt lassan a belső zsebébe, és elővett egy kopott bőrtárcát. Szétnyitotta, és ügyelve beletette a virágot. Fehér papírost és összehajtott pénz sarkát láttam megvillanni egy pillanatra. Aztán a csontos ujjak óvatosan összecsukták a megvénült bőrt, és a virág eltűnt. És én éreztem, hogy valóban az utolsó virág volt az utolsó erdélyi virág. És a könnyek meggyűltek valahol a szemem mögött, és égetni kezdtek. Úgy, mondta az ember, és újra sóhajtott, amikor a bőrtárcát gondosan visszatette a zsebébe, most pedig elmondom magának, hogy miért utolsó ez a virág. Valahol messze egy gépkocsi dudált. Valaki kiáltott. Az erdő vitte tovább a hangot, fától fáig, míg valahol elnyelte a csönd. Fölnéztem a fákra, madarat kerestem az ágakon, de nem volt madár, semmi sem volt, csak a csönd és a fák. És az idegen ember, aki ott ült mellettem, az ázott szürkerünkön és beszélni kezdett. És a hangja is olyan ázott volt és szürke, mint az ég fölöttünk, és mint az este, amely egyre mélyebbre borult. Az ember pedig mondta a szavakat, lassan fáradta, mint aki messziről jött, és most rengeteg sok ideje van beszélni. Mint aki iszonyú régen nem beszélt, és most el kell mondjon sok mindent, amihez a szavak magában már előre elrendezte, és most lassan és ügyelve mondja ki, hogy el ne feledje a sorrendet, amely szerint következnek. Feje előre hajolt közben, és szemei a földet nézték. Ázott levelek hevertek a földön, és egy-egy szürke fűszál a levelek között. Néztem az embervállait, ahogy fáradtan és öregesen előre csuklottak a durva szövet alatt, és apámra gondoltam megint. Az ember pedig mondta, higgy el nekem, az a fontos, hogy ne legyünk gyávák. Ha már elérkezett az idő, akkor gondoljuk végig, akkor ne féljünk kimondani a szavakat. Azt, hogy utolsó, meg az ilyet. Akkor már nem szabad félnünk az ilyen szavaktól. Utolsó, hát igen, uram. Ez az utolsó virág, ami ezen a földön az én számomra termett. Ezen a földön, érti? Ezzel legyünk tisztában végre. Az ember általában fél a szavaktól. Megszokta, hogy féljen tőlük. Mert egy életen keresztül egyebet sem hallott, csak szavakat, és rendesen nem volt semmi a szavak mögött, amiket hallott. Hányszor hallottuk életünkbe, hogy örökké, soha, utolsó, és hányszor mondottuk ki magunk is őket, és nem éreztünk semmi különöset amellett, mert hiszen tudtuk, hogy az örökké mögött nincsen az örökké valóság, és a soha mögött nincsen a végső megsemmisülése valaminek. És most aztán egyszerre úgy jártunk, mint a mesebeli pásztorlegény, aki naponta farkast ordított, és amikor valóban eljött a farkas, ordítani sem mert, nem volt több hitele a szavának. Itt állunk, látja, az ott meg Erdély. S az ott, és még mindig nem merjük kimondani a szavakat, hogy soha és örökre. Hogy örökre el kell szakadjunk ettől a földtől, amely a hazánk, és sohasem térhetünk ide többé vissza. Hát mondjuk ki végre, uram, mondjuk ki itt,
ahol elválik a két világ egymástól, a miénk és a másik. Itt, ahol még fél lábbal otthon vagyunk, és fél lábbal már, itt mondjuk ki végre, és aztán tegyünk pontot egy elrontott mondat után. Az ember hallgatott egy darabig, és maga elé bámult a földre. A köd megsűrűsödött a fák alatt, homályba borult rendre az erdő. Néha hallatszott még az ágyúszó, valahol messze a hátunk mögött. És én tudtam, hogy az ott még Erdély, az ágyúszó. Az még a hazám. Előttem már csak a csönd volt, és a csöndben hallatszottak a cseppek, ahogy aláhultak a nyirkosodó fákról, halk koppanásokkal, mintha valaki sírt volna. Az ember rám nézett. Maga tiszt, mondotta lassan azon a halk rekettes hangon, ami annyira emlékeztetett valamire, hogy összeszorult tőle a torkom. Maga tiszt, és korához képest alacsony rangban, tehát tartalékos. Ezt azért mondom, tette hozzá sietve és szinte bocsánat kérőleg, mert azt akarom, hogy megértsen, és ez csak úgy lehetséges, hogy maga is abból az úgynevezett úri osztályból való, amiből én. Ahonnan a tartalékos tiszteket rángatják elő a katonák, amikor baj van. Én is tartalékos tiszt voltam, és nekem sem jutott magasabb rang, mint magának. Pedig az egy másik háború volt, másféle háború. Tudja, a háborúk nem ok nélkül vannak, nem úgy értem, hogy igaz az a sok frázis, amit reklámgyanánt, előtte világgá bömbölnek a politika szájasai, nem. Még az sem valódi neve a háborúnak, amit utólag ragasztanak reá a világ magyarázók, mint palackolt borra a címkét, amikor elraktározzák a történelem polcaira. A háború valódi okáról és céljáról nem esik szó, sem előtte, sem utána, pedig minden háborúnak van valami célja. Valamire rá kell mutasson, valamit meg kell értessen emberekkel és társadalmakkal, valamit, amit másképpen nem akarnak megérteni. Csak hogy rendesen még így sem értik meg, háborúval sem értik meg, mert nem akarják megérteni. Ez látja a legnagyobb baj. Mi sem akartunk megérteni abban az első háborúban, és még utána sem a célt, ami benne volt. Pedig benne volt. Annyira, hogy a végén már szinte mutogatta magát. Itt vagyok, nézzetek és ismerjetek föl. De mi nem néztük, és nem akartuk felismerni. Mindenfélét néztünk, ami csak volt alatta, fölötte és körülötte. Nagyítóval vizsgálgattuk a nyomokat, amiket hátrahagyott, és a lehetőségeket, amiket talán elmulasztottunk, hogy magunk felé fordítsuk a szerencsét. Mindent néztünk, és mindent elbírálgattunk ezerféle szemszögből és ezerféle lencsén át. Csak azt nem néztük, ami benne volt. A lényeget nem néztük, a célt. Azt, amire rámutatott. Azért mondom mindezt el magának, mert ez a háború, ami most van, csak folytatása a miénknek. Azért, mert nem ismertük föl azt, amire rámutatott. Vigyázzon, nehogy úgy járjanak maguk is. Azért mondom most el. Azt, amire rámutatott. Az a mi háborunk, az az első, mert ha maguk nem ismerik föl, akkor jön egy harmadik, és akkor vége lesz a világnak. Maga tudja, hiszen tartalékos tiszt, úgynevezett úri osztályból való ember, miből állott a mi életünk?
Örököltünk valamit az apánktól, meg a nagyapánktól, valami kis vagyont, földet, házat, ha más nem, hát legalább egy úgynevezett úri magatartást, egy rakás elvet és szokást, meg ilyesmit. Elvégeztük az iskolákat, elsősorban természetesen az érettségit, mert anélkül nem is volt ember az ember. Anélkül nem volt párbajképes, és nem bevezhette magát úrnak. Szóval párbajképesek lettünk, apám pénzén, anélkül, hogy ez különösebb megerőltetésünkbe került volna. Áturasodtunk néhány évet valami főiskolán, és aztán beültünk valahová úrnak. Ki egy íróasztal mellé, ki egy családi birtokba, s attól kezdve nem volt fontosabb dolgunk, mint hogy pontosan betartsuk azt a bizonyos 3 lépés távolságot a magunk személyes és a világ nem párbajképes részek között. Sokszor nem is örököltünk egyebet, csak azt a levegőt, íróasztalok, hivatali szamárlétrák, párbajkódexek és kopott, szalongarnitúrák levegőjét. De ez elég volt ahhoz, hogy elválasszon bennünket attól a másik világtól, amely mindezeken kívül esett, s amely az emberiség nem párbajképes részét jelentette. Gyakornok koromban fakitermeléshez voltam beosztva egy állami erdőbirtokon. Fűrésztelepe volt ott az államnak. A fűrésztelepnek volt egy főgépésze. Csibinek hívták. A keresztnevére nem emlékszem már. Idősebb ember volt, egy olyan nyugodt, megállapodott, megbízható ember. Egyik fia akkor érettségizett, és abból urat akart nevelni. Különös láz volt ez akkoriban. Mindenki urat akart nevelni a fiából. Valami varázslatos káprázata volt ennek a szónak, hogy úr. Üres káprázat volt az egész, mert hiszen ennek a Csibinek például 3-szor akkora fizetés járt, mint nekem. Kertes háza volt a városban, és bankbetétje, amikor én, mint kis gyakornok, alig győztem megküzdeni az adóságaimmal. De hiába, Csibi főgépész volt csak, én pedig gyakornok úr. Egy napon szemlére jött az erdő tanácsos, egy komoly, szemüveges, piros arcú úr. A telep és az országút között volt a folyó, s a hidunkat azon a tavaszon elvitte a víz. Az új híd pedig még nem volt készen, mikor az erdőtanácsos ellátogatott hozzánk. Csónakkal jártunk át a folyón. Megjött az erdőtanácsos kocsia, én vártam rá a csónakkal. Jelentkeztem nála. Szervusz! Bólintott az erdőtanácsos, és nem is nézett reám többet. A csónak mellett ott várt reánk Csibi is. A faluból jött, és várta, hogy átvigyük. Beültünk a csónakba. Én ültem az evezőpadon, közből az erdőtanácsos, a csónak végében a főgépész. Lökje el a csónakot, Csibi úr! Szóltam oda a főgépésznek. Így. Lökje el a csónakot, Csibi úr! Csibi ellökte a csónakot. A csónak billent egyet, és a vizen voltunk. Meghúztam az evezőket. És ekkor megszólalt ott közbül a padon az erdőtanácsos. Szigorúan és keményen ezt mondta. Nem, Csibi úr! Csak Csibi, tanulja meg, gyakornok úr. Azt hiszem, egy perccel megállt az evező a kezemben. Valami összeszorította a torkomat, és ez a valami szégyen volt, és a megaláztatás. Nem a magam szégyene, és nem a magam megaláztatása, mert hiszen engem ilyesmi nem ért. Az erdőtanácsos úr szigorú hangon figyelmeztetett ugyan a mulasztásra, azonban megnyomta a szót, amikor azt mondta, a gyakornok úr.
és mégis szégyent és megaláztatást éreztem. De ez a csibi szégyene volt, a főgépész megaláztatása, aki idősebb volt sokkal, mint én, komoly, megbízható szakember, kertesház és bankbetétje volt, egy kiegyensúlyozott, alapos, tiszteletre méltó ember. Olyan volt, mintha arcul csapták volna ott előttem, és az arcul csapás nekem fájt volna. Érti ezt? Van néha így, hogy mást ér az ütés, és nekünk fáj mégis. Bólintottam, de az ember nem nézett rám, nem várt feleletet. Valahol messze vonat sípolt az estében, a hang idegen volt, és eltévedt a fák közt. Figyeltem utána, de nem került meg többet. Arra lettem figyelmes, hogy a csónakot viszi a víz. Ijedten kapkodtam az evező után, és néhány csapással helyrehoztam a hibát. Közben aggódó szemmel is még mindig valami zavart szorítással a torkomban csibire néztem. Ott ült a csónak végében, egykedvű arccal is nézte a vizet. Az arca nem volt sem pirosabb, sem sápadtabb, mint máskor. Csak éppen, hogy a vizet nézte. Az erdőtanácsos belenyúlt a zsebébe, és elővette a szivar tárcáját. Kivett belőle egy szivart, leharapta a végét, és a szájába dugta. Aztán oda nyújtotta a tárcát Csibinek. Köszönöm, alásson, mondta Csibi minden elfogódottság nélkül, és kivett a tárcából egy szivart. Aztán gyújtót kotort elő, és oda nyújtotta a tüzet az erdőtanácsosnak. Köszönöm, mondotta az, mintha semmi sem történt volna. Majd beszélgetni kezdtek. A fáról, a gépekről, a telep embereiről. Amíg átértünk a túlsó partra, amíg kiszálltunk a csónakból, és amikor fölértünk hármasban a telepre. Engem nem kínált meg szivarral az erdőtanácsos, velem nem beszélgetett, én csak egy taknyos kis gyakornok voltam. Hozzám csak annyit szólt egész ott lét alatt, amennyit a csónakban mondott, nem Csibi úr, hanem Csibi tanulja meg, gyakornok úr. Hát látja, ezt nem tudtam megtanulni soha. És most mégis itt vagyok. Elhallgatott, és úgy nézett rám, mintha valami kérdést várt volna. Ott éreztem arcomon azokat a különös, zöldeskék, fáradt szemeket. De nem fordultam feléje, és nem kérdeztem semmit. Valahol messze újra sípolt az előbbi vonat, és a hangja ugyanúgy veszett el ismét a kötszagú fák között. Kilátástalan, gondoltam, a hangok úgyis mindig elvesznek. Az ember még várt egy keveset, aztán sóhajtott. Azt hittem, kérdezni fog valamit. Az emberek rendesen kérdezni szoktak valamit, amikor ezt elmondom nekik, de maga nem kérdez, valószínűleg oka van rá. Nem tudhatom. De az emberek általában ezt szokták kérdezni ilyenkor. Miért? Miért volt olyan nehéz ezt megtanulni? Utána pedig, miért mondom azt, hogy mégis itt vagyok? Hát látja, ezt a kettőt kell megmagyarázzam magának ezen az estén. Érzi a köd szagát? Fönt nálunk, a Maroson van ilyen szaga a ködnek. Szótlanul ültünk a rönkön jó ideig. A fák egyre sűrűbbek lettek. Érezni lehetett a köd szagát. Az embernek igaza volt, fönt a Maroson voltak ilyen szagú ködök. Ültünk, és belerévettünk a ködbe, a fák közé, az estében. Aztán az ember újra beszélni kezdett. Olvastam egyszer egy könyvet. Ezek az emberek, akik írónak nevezik magukat, sok mindenfélét összeírnak. Érdekeset és kevésbé érdekeset, de rendszerint felesleges dolgokat írnak. Úgy értem ezt, hogy ami fontos, az többnyire nem írják meg. Az többnyire kimarad. Elsikkad a történések között.
Valószínűleg azért, mert akik a könyveket írják, maguk sem tudják, hogy mi fontos és mi nem. Leírják, mondjuk, egy ember életét, hogy ezt meg ezt csinálta, ez meg ez történt vele, de hogy belül mi történt vele, miket érzett, vagy miket nem érzett. Azt a belső életét, ami tulajdonképpen a lényeges élete az embernek, arról nagyon ritkán írnak valamit. Valószínűleg azért, mert nem foglalkoztak még önmagunkkal sem eleget. Az önmaguk belső életével, és ezért nem értenek hozzá. Hanem az, hogy aki ezt a könyvet írta, az egyike volt azoknak, akik tudják, hogy mi a lényeg. Nem emlékszem már az író nevére, de nem is fontos. Azt hiszem, angol lehetett. A könyv egy emberről szólt, akit kiküldtek valahova Indiába. Vagy mit tudom én hová, hivatalnoknak. Nem Isten tudja, micsoda nagy hivatallal bízták meg, csak olyan közönséges kis irkász volt, olyan, aki regisztereket, névsorokat, meg kimutatásokat készít. A fizetés azonban, amit ezzel az állással felkínáltak neki, nagyobb volt, mint otthon a főnöke fizetése, és ezért boldogan vállalkozott rá és elutazott. Isten tudja hova, valahova, Indiába, mit tudom én. Útközben kiszámította, hogyha szerényen él továbbra is, akkor 10 év alatt megtakaríthat annyit, amiből otthon házat vásárolhat magának, és még marad azon felül egy kis tőke is, amelynek kamataiból eléldegélhet. Ott Indiában aztán jöttek a meglepetések. Először is azt mondták neki a főnökei, hogy nem járhat gyalog, hanem autót kell tartson. Nem bérelhet bútorozott szobát, mint otthon a kis tisztviselők, hanem villában kell lakjék. Sötét bőrű szakácsot kell tartson, és sötét bőrű inast. És megmagyarázták neki, hogy mindez azért van, mert a fehér faj tekintélyét fönn kell tartani a színesek között. Fehér ember nem végezhet fizikai munkát, nem járhat gyalog, nem kefélheti a maga cipőjét, nem étkezhet kifőzdében, nem áshat kertet, és nem súrolhat padlót. Azért, mert ő fehér ember, különb és magasabban álló, mint a többi. És ezt a magasabban állást külsőségekben is kifejezésre kell juttassa. Ezért kapnak a tisztviselők 3-szor akkora fizetést, mint otthon. Az ember hamar beleszokott az új életbe, hozzászokott ahhoz, hogy neki nem szabad gyalog járnia, nem szabad pecsétes vagy foltozott ruhát, talpalt cipőt viselnie, nem szabad úgynevezett alacsony munkát végeznie, hozzászokott annyira, hogy 10 év múltával már nem is akar többé visszatérni régi hazájába, ahol újra gyalog kellett volna járjon, bútorozott szobában lakjon, ruhát takarítson és cipőt keféljen, és ahol újra nem lett volna egyéb, csak egy nyomorult tisztviselő. Mert az elgondolásai sajnos nem válhattak valóra. A megtakarított pénzből semmi sem lett. A fizetés nagy volt ugyan, de az utolsó fillérig ráment az életre, amit folytatnia kellett, hogy méltó módon képviselhesse a fehér fajt a színesek között. Hanem aztán, úgy a 15. évben valami történt vele. Nem az a lényeges, hogy mi volt, ami történt, már nem is emlékszem rá. Említette az író, vagy nem, nem tudom. A lényeg az, hogy az ember kiesett az állásából, hogy a maga hibájából-e, vagy máséból, az nem fontos. Fontos az, hogy az ember ott állt valahol, Indiában, vagy mit tudom én hol, egy idegen világ közepén, és nem volt miből megéljen. És az ember megbosszankodott a világra, s azt mondta, hát jó, eddig idegen voltam, ezután benszülött leszek. Eddig éltem, mint az urak, ezentúl élek, mint a párják. És ott hagyta a villát, aminek a bérét nem tudta tovább fizetni,
és kiköltözött valahova a város végébe, egy nátkunyhóba, mint a benszülött szegények, akik kosárfonásból éltek, és elkezdett ő is kosarat fonni. Eddig minden rendben lett volna abban a könyvben, s ha itt véget ér a történet, akkor az ember letette volna a könyvet, és azt mondta volna, érdekes volt. És másnap már nem emlékezett volna rá. Azonban az író nem azt akarta, hogy érdekes legyen, és nem azt akarta, hogy az emberek csak megvegyék, elolvassák, és aztán megfeledkezzenek róla. Az író mondani akart valamit, rá akart mutatni valamire, ami lényeges, ami fontos. Ez pedig az volt, hogy amikor az ember az első kész kosaraival kiült a többi benszülött közé a piacra, hogy néhány fillért kapjon a kosaraiért, arra ment az úton egy fehér ember az autójával, és meglátta, ahogy ott ül rongyosan és soványan a barna bőrűek között, egy fehér bőrű, és árulta a kosarait. Az autó megállt, a fehér ember kiugrott belőle, odaszaladt hozzá, és ráordított. Ember, megbolondult maga? Mit csinál itt? Láthatja. Felelte. Kosarat árulok. És miért csinálja ezt? Hogy megélhessek. Rettenetes, mondta a fehér. És főleg mód felett káros, jöjjön velem, majd kitalálunk valamit. De az ember nem ment vele, hanem azt mondta, hogy ő vele ilyen meg ilyen gazságot követtek el a fehérek. És ezért ő most elhatározta, hogy beáll a benszülöttek közé, és olyan akar lenni, mint azok. Hülyeség, mondta az autós ember. Aztán ott hagyta, de egész éjszaka gondolkodott a dolgon, és másnap fölkereste őt a kunyhójába, és felkínált neki egy kényelmes állást, tisztességes fizetéssel. Nem megyek, mondotta az ember makacsul. A fehérek elhagytak, hát majd a benszülöttek között szerzek hű és igaz barátokat. Nincs joga kosarat fonni, kunyhóban élni és félmeztelenül járni, figyelmeztette szigorúan a másik. Nem tiltja semmiféle törvény, de tiltja a jó ízlés és a fehér faj érdeke. A fehér faj tekintélyét rontja, ha úgy él és úgy viselkedik, mint a benszülöttek. Fütyülök a fehér faj tekintélyére, felelte az ember, és ott maradt a kunyhóban, fonta tovább a kosarakat, éhezett és félmeztelenül járt. Nem nyújtom hosszúra a történetet, mert már nem is emlékszem tisztán a részletekre. Nem a részletek a fontosak. Emlékszem, hogy sorra mentek hozzá a fehér kolónia tagjai, és ígértek neki jobbnál jobb állásokat, jöttek a papok, és a maguk nyelvén próbáltak hatni az emberre. Sőt, maga a város katonai kormányzója is eljött, és igyekezett megmagyarázni neki, hogy mivel tartozik a fehér fajnak, mi a kötelező szolidaritás, és miféle hátrányokkal járhat a fehér fajra nézve, ha a benszülöttek megszokják, hogy a fehér ember is éppen olyan ember, mint ők. Ha mindezt megszívlelte volna, és elfogadta volna a legjobb állást, amit a fehér kolónia felkínált, ott hagyja a kunyhót, és újra autón jár, és villában lakik, vakító fehér ruhákat hord, és színes cselédeket tart. Már akkor is érdemes lett volna a könyvet megvenni és elolvasni. Mert már akkor is benne volt valami, ami fontos és lényeges, és ez a kasztbeli szolidaritás. De erre az emberre nem hatottak a csábítások, sem a fenyegetések. Makacs maradt és sértődött, és tovább lakott a kunyhóban, fonta a kosarakat, és úgy élt, mint a többi benszülött. És itt kezdődik tulajdonképpen a nagy tanulság.
ami az egész történetnek a lényege. Nem akarom untatni a mesével. Részben nem is emlékszem már egészen tisztán mindenre, úgy, ahogy az a könyvben volt. A lényeg az, hogy a lázadás kitört a benszülöttek között a fehérek uralma ellen. És az első fehér ember, akit a lázadók agyonvertek, ez a város végi kosárfonó volt. Aki maga is úgy élt, mint egy benszülött, és bőrének színén kívül semmiben sem különbözött a sok ezer kosárfonó benszülöttől. Bőrének színén kívül. Minden ember valamiféle színt visel a bőrén. Ezen nem lehet segíteni, kedves uram. Most nem a fehérekre, vagy a feketékre, vagy a sárgákra célzok. Nem. Köztünk, egyfajúak között. Köztünk egynyelvűek között is vannak ilyen bőrűek, és vannak olyan bőrűek. Érti, mire gondolok? Arra a szellemi bőrre, amit az ember belül hord, ami kifelé sugárzik, amit részben örököl, s ami részben belenevelődik az emberbe. Mondhatnám úgy, hogy ennek a belső bőrnek az anyja, az öröklés, és az apja a nevelés. Ha nem azonos a kettő, akkor korcs színek állnak elő. Ezek azok a bizonyos lelki meszticek, szellemi mulattok, akik sem ide, sem oda nem tartoznak, sehová sem tartoznak egészen, mindkét oldalra csak valami fenntartással, valami kis belső diszonanciával, gigszerrel, rendellenességgel. Ezek a legszerencsétlenebb emberek, de nem erről akartam beszélni. Látja ott azt a fát? Azt a görcsöset? Azt, amelyik úgy oldalra dől, mintha valami nehéz terhet cipelne. Olyan, mint egy fáradt, öreg hordár. Gondolkozott már azon, hogy milyen megalázó foglalkozás hordárnak lenni? Ott ácsorogni öregen és fáradtan, mindig ugyanazon a pályaudvaron, és várni idegen emberekhez, akikhez semmi közünk nincsen, de akik a markunkba nyomnak egy darab pénzt, és ezért a pénzért elcipeljük a terheiket egy darabig, mindig a másét, mindig a másokét, ruhákat, ékszereket, vagyontárgyakat, mindent, ami az ilyen idegen csomagokban van. Néha az az érzésem volt, hogy mint hordár fejeztem be az életemet. Különös érzés volt ez. Szomorú és kacagtató egyben. Próbáltam elképzelni magamat, hordár sapkával a fejemen, amint egy ismeretlen nagy pályaudvaron idegen emberek csomagjait hordom, és borravaló után nyújtom a kezemet. Szomorú és kacagtató volt egyszerre ez az érzés. Ma már nem kacagtató. Ma már tudom, hogy ez az érzés egy üzenet volt a jövendőből, valaminek a megsejtése. És hogy valóban úgy fejeztem be az életemet, mint hordár. Egy ismeretlen pályaudvaron hordozgatva ismeretlen emberek holmiát. És ma már talán nem is szomorú, nem szomorú, mint annyi sok más. És amikor elérkezem oda, ahhoz a pályaudvarhoz, már természetes lesz egészen élhetőség, kenyér, sőt, még ezéknél is több törvény, aminek be kellett következnie. Vannak törvények, amelyek menthetetlenül végig terelik az embert bizonyos utakon. Akár tetszik nekünk, akár nem. Mint ahogy abban a könyvben volt, a villától a kosárfonó kunyhóig, és a kosárfonó kunyhótól az agyonveretésig. Ezek a hibák törvényei. Mondottam már az előbb, hogy minden háborúnak van valami célja, és ez az, hogy rámutasson ezekre a hibákra.
Ha mégsem látjuk meg őket, akkor könyörötelenül bekövetkezik a törvény. Ha az a fehér ember ott Indiában egy nappal a lázadás kitörése előtt mégiscsak visszament volna a fehérek közé, még ma is élne talán, és semmi esetre sem írtak volna könyvet róla. De azért a törvény, ami a lázadások mögött van, és ami a fehér emberek hibájából következik, törvény marad továbbra is, és a fehérnek sok gondot okoz még a jövőben. No, de nem erről akartam beszélni. Elkalandozom folyton, ugye? Ez attól jön, ha fáradt már az ember, és ha öreg. Igen, ma már öreg vagyok. Annak az első háborúnak a célját, amit én katonáskodtam végig, nem ismertük föl. Sem amíg a háború tartott, sem azután. Pedig, ahogy most visszatekintek, meg kell állapítsam, elég nyíltan megmutatta magát. De mi nem ismertük mégsem föl. Nem akartuk, nem tudtuk fölismerni, vakok voltunk valóban, vagy pedig szándékosan fordítottuk el a fejünket, hogy ne kelljen meglássuk, amit az a háború nekünk mutatni akart. Ma már mindegy. A lényeg az, hogy nem ismertük fel, és így kárba veszett számunkra ez a háború. Győztesek és legyőzöttek számára egyformán kárba veszett, mert nem az a fontos egy háborúban, hogy ki győz és ki veszít, hanem hogy ki látja meg előbb azt, amire a háború rá akar mutatni, ki ismeri föl előbb és kijavítja át, aszerint a maga életét. De ez a háború, mondom, kárba veszett. Senki sem látott meg semmit benne, ami lényeges lett volna. Nem ismer fölt semmit, és nem javított át semmit. Maradt minden a régiben. És most, hát látja, itt vagyunk. Az ember egy tétova félszeg mozdulatot tett a kezével, de nem nézett rám. Az volt az érzésem, hogy sehova se néz. Hogy hátrafelé néz, egészen hátran, mélyen vissza a múltba. Az ég sötét volt fölöttünk, és a sötétségben repülőgépek egyhangú búgása hallatszott messziről. Valahol légelhárító ágyuk szóltak. Az ember néhány pillanatig, mintha a hangokat figyelte volna, ahogy keresztül szűrődtek a fák nyírkos ágain. Aztán sóhajtott és folytatta. Egy kis erdélyi városkában kaptam állást. Ez volt az első állásom, mint erdőmérnöknek. Abban az évben végeztem el a főiskolát. Fiatal voltam, és tele kedvel, meg jó indulattal az emberek és a világ iránt. Már csak úgy, mint mindenki, aki fiatal és egészséges, és végre a maga ura lett. Legalábbis azt képzeli, hogy a maga ura lett, mert nem kell többé zseppénzt kolduljon az apjától. Vasúton utaztam le, abba a hegyek közé rejtett kis városkába. Emlékszem jól az egész utazásra. Édesanyám kikísért az állomásra. Apámtól még odahaza búcsúztam el reggelinél. Ő hivatalba kellett menjen, mert hétköznap volt. Búcsúzáskor megcsókoltuk egymást, és én úgy szorítottam meg a kezét, mintha valaki, aki ezután szintén hivatalba jár, és ő úgy szorította vissza a kezemet, mint aki ezt tudja, és helyet ad maga mellett a családon belüli rangsorban. Édesanyám útravalót csomagolt, és kikísért az állomásra. Egy lovas bérkocsin cöklettünk odáig, és a bérkocsit még édesanyám fizette ki. S amíg a vonatra vártunk, ömlött belőle egy végtiből a sok jó tanács. Már ahogy az ilyenkor lenni szokott. Vigyázz, fiam, erre, és vigyázz, fiam, arra, rossz társaságban ne keveredj, takarékoskodj, és ezer hasonló. Aztán jött a vonat, kezembe vettem a csomagokat, megcsókoltam édesanyámat, és elindultam.
Sokáig tartott az út, és volt időm gondolkodni elég. Ültem a másodosztályú fülke párnázott ülésén, fölöttem a hálóban egyetlen földi vagyonom, a bőrkoffer, amit apától kaptam, s benne néhány ruha, meg ilyesmi. Egy ezüst cigarettatárcát is kaptam apámtól, abból rágyújtottam, és vidám izgalommal gondolkodtam azon, hogy ezentúl miként is lesz. Ennyi a fizetésem, ebből karácsonyig ennyit tudok félretenni, s ezt veszem édesanyámnak, ezt édesapámnak. 3 év múlva megnövekszik a fizetésem, akkor majd telik erre is, arra is, és így lesz, meg úgy lesz, már ahogy az ember tervezgetni szokott, amikor hosszú az út, és a vonat döcög, és megáll minden kis állomáson. Az ember tervez, és tervez az ember egész életen keresztül, mint csak tervez. Ezt, meg azt. Mert szép az tervezni. Az életben aztán úgysem az történik, amit az ember tervez, de ez már szinte mindegy. A tervezésről úgysem szokunk le soha. A tervezés maga az élet. Addig él az ember, amíg tervezni tud. Mikor már az sincs meg, akkor, hát nincs igazam. Bólintottam. De nem is nézett oda. Az erdőt nézte. Előre hajolva ült mellettem a rönkön, két kezét a térdére támasztotta, és nézte az erdőt. Mit nézhetett rajta? Köd volt, és este. Már csak a szélső nagy fák látszottak tisztán, beljebb összefolyt a sötétség a fatörzsekkel, és a párák megtömődtek. Megérkeztem. Este volt, koranyári este. Tiszta, illatos és fiatal. A nap nem régen nyugodhatott le, közvetlenül mielőtt a vonatunk befutott, mert még a barnája ott volt az állomás épületén is a fákon. Leszálltam, kezemben a bőrkoffer. Egy sovány öreg hordár áldogált ott, de nem adtam neki. Fiatal voltam és erős, úgy éreztem, hogy szégyellenem kellene magamat, ha egy olyan öreg ember cibelni helyettem a csomagokat. Aztán meg eszembe jutott az is, hogy takarékoskodnom kell, mert édesanyámnak ajándékot akarok venni karácsonyra, valami nagyon szépet. Az állomáson egy idősebb kolléga várt. Te vagy az? Igen. Szervusz, szervusz. Bemutatkoztunk egymásnak. Kívül a fák alatt, ott állt az erdészeti hivatal kocsia. Megindultunk feléje. János? Kiáltott oda a kolléga a kocsisnak. Jöjjön csak! Vegye át a mérnök úr csomagját! A kocsis, egy őszbajuszú hajlott ember lemászott a bakról, és megindult felénk. Ugyan semmi ez? Mondottam legénykedve, és fölkaptam újra a kofferemet, hogy majd elviszem magam a kocsiig. Hagyd csak! Szólt rám a kolléga. A hangja bosszús volt kissé. És másnap jelentkezés után így szólt hozzám a főnököm. Mérnök úr, szokja meg, hogy csomagokkal cipekedni nem úri emberhez illő. Arra való a hordár. Tudja, sokat gondolkoztam később ezen és az ehhez hasonlókon. Mert hiszen annyi ilyen volt. Nem is kell mondjam. Úriember nem jár csomaggal, úriember nem jár kesztyű és kalap nélkül, úriember nem jár kopott ruhában, úriember esténként elmegy a kaszinóba, bort iszik, ha nem is ízlik neki, és köteles levizitelni bizonyos időközben a többi úri családoknál. Mondanom sem kell, hogy édesanyámnak nem vehettem meg karácsonyra azt, amit akartam. Az úri élet, amit abban a kis városban megkívántak tőlem, többe került majdnem, mint amennyire a fizetésemből futotta.
Három évig éltem ott, és három évig éppen, hogy felszínen tudtam tartani magamat valahogy, 20-ától 1-ig adóságokban úszva. Három év után aztán kihelyeztek egy félreeső erdőgondnokságra, messze be a hegyek közé. Magam kértem ezt az áthelyezést. Kollégáim csodálkoztak, és nem értették meg, hogy miért akarom ezt. Azt mondták, hogy bolond vagyok, különc. Meg mit tudom én mi? Olyan is volt, aki reménytelen szerelmet keresett a dolog mögött. Csak arra nem gondolt senki, ami a valódi ok volt. Nem akartam erdőmérnök úr lenni, csak egyszerűen erdőmérnök. Ennyi volt az egész. Később, mikor azt a könyvet olvastam, arról az emberről tudja, aki tisztviselőnek ment el Indiába és kosárfonó lett, sokszor kellett visszagondoljak arra az időre, amit abban a kisvárosban töltöttem el, mert az az élet, amit ott éltem, olyan volt éppen, mint annak a fehér embernek az élete a színesek között. Rabja voltam annak, hogy úr vagyok, rabja, és ahogy utólag visszagondoltam rá, bohóca is. Nem volt soha annyi pénzem, hogy megvehettem volna édesanyámnak azt az ajándékot, amit szerettem volna megvenni neki. Csak valami olcsó szemetet vásárolhattam, ha jött a karácsony. De azt az olcsó vacakot, amit pár fillérért megkaptam a boltba, nem vihettem haza magam, nem. Én csak kesztyűt, kalapot, sétapálcát és aktatáskát cipelhettem a kezemben. Minden egyebet mással kellett hazavitessek, valakivel, akinek esetleg több pénze volt a zsebében, mint nekem, de akinek szabad volt csomagot cipelni az utcán, mert nem volt úr és nem volt párbajképes. És ezért jól megélt abból, hogy mások urak voltak és párbajképesek, és hogy ezek is maradjanak, pénzt kellett kiadjanak azért, hogy valaki hordozhassa a holmiukat. Olyan volt ez is félig mentig, mint ahogy azt a könyv megírta, ott Indiában. De valami azért mégsem volt úgy, valami hiányzott, a fehér ember szolidaritása. Mikor az a tisztviselő kosárfonó lett és lesüllyedt a benszülöttek életszínvonalára, az egész fehér kolónia megmozdult érte. Nálunk, ha valaki kiesett ebből az úri kasztból, alássüllyedt vagy valami, egyetlen úri ember sem mozdította meg, még a kis ujját sem, hogy segítsen rajta. Az úri kasztból hiányzott a szolidaritás. Ugyanazokat a törvényeket vallotta, mint a fehér emberek kasztja a színesek között, hogy aki a kaszthoz tartozik, az magasabb rendű, mint a többi. Az nem végezhet fizikai munkát, nem állhat be a pult mögé déli gyümölcsöt árulni, nem járhat foltozott ruhába, mert ezzel a kaszt tekintélyét sérti. Nem cipelhet csomagot, ilyen meg olyan szokásokat be kell tartania, és főképpen azt a bizonyos három lépést a maga személye és benszülöttek között. Ugyanaz volt minden, mint ott, Indiában. De a szolidaritás az hiányzott, és ezért a kasznapjai megszámláltattak. Hát látja, ezért jött a háború, az a bizonyos háború, hogy erre rámutasson. Én akkor már ott éltem három éve, abban az eldugott, havas aljai falucskában, mikor a háború kitört. Erdőgomnak voltam. Az erdészház, amelyikben laktam, ott állt a patak és a fenyőerdő között. A patakban pisztrángok voltak, és ha olykor fogtam belőlük, vagy őzetlődtem fent a havasokban, nyugodtan cipelhettem haza egymagam, mert nem botránkozott meg rajta senki. A kaszt, az úri kaszt terhe itt másképpen mutatkozott. Tudja, az olyan fajta ember, mint én, nem élhet sokáig egyedül. Amikor rosszul megy a sorsa, akkor igen. De mihelyt kissé jobban érzi magát ebben a világban, már szüksége van valakire, akivel megossza
ezt a jó érzést, mert a rosszat könnyebb elviselni egyedül, mint kettesben. De a jót egyedül hordozni lehetetlen, és azok az évek ott fönn a havason igazán jók voltak. Képzelje el, az ember fent él az erdők között. Az a dolga, hogy gondozza az erdőket, ellenőrizze az erdészeket, kimérje a kitermeléseket, ültetéseket felügyeljen, és ilyesmi. És a maga ura. Nincs hivatal, nincs főnök és irodaszolga, nincsenek kollégák, akik beleszóljanak az ember magánügyeibe. És nincs kaszinó, ahol köteles lenne minden este ennyi meg ennyi időt unatkozni. Csak egy egyedülálló erdészház van a fenyvesek alatt, agancsokkal, tornáccal, és egy irodával, ahol csak vasárnaponként akad egy-egy fél órányi munka. Vagy egy csöndes öreg házas pár, aki fát vág és főz, és mos és takarít, és egy puska van, és más, semmi. Évente háromszor, ha akadt, látogatom mindössze, és ebből is fölöttes hatóság legfeljebb egy. Gondolhatja, hogyha az embernek ilyen szép és békés élete van, hamarosan elfogja a vágy, hogy megossza azt valakivel. Elhatároztam, hogy megházasodom. Tudja, miként van ez? Mikor a kasztbeli fiatalember megjelenik zsebében a diplomával, az életpiacán, egyszerre parti lesz. A leányos úrimamák külön vitrínből veszik elő ezt a mosolyt, amivel a köszönést fogadják az utcán. Az idősebb kasztbéliek pedig, akiknek férjhez adni való leányaik vannak, tiszteletre méltó, tekintélyes emberek. Megállnak beszélgetni az utcán, vagy oda mennek hozzá a kaszinóban kedvesen, a vállára veregetnek. Jó indulatú tanácsokkal látják el, és megkínálják egy szivarral. A kötelező viziteknél bevezetik a szalonokba, és szinte anyai gondoskodással kérdezik ki, hogy milyen lakást kapott. Hol étkezik, drága-e vagy nem drága, jól főznek-e vagy rosszul, kimos és kitakarít, egy szóval részt kérnek az ember magánéletéből, és ehhez a kaszt szabályai szerint az adja meg nekik a jogot, hogy van egy leányuk, aki megérett arra, hogy úri nevelését egy jó házasságban kamatoztassa. Istenem, azok a szegény leányok. Az ember első viziten van egy ilyen kasztbeli tiszteletre méltó családnál, nem azért, mert talán valami köze lenne hozzájuk, valami mondani valójuk lenne a számára, egy üzenet, vagy mit tudom én, egyszerűen csak azért, mert ez a kötelező szokás. Leültetik a szalon garnitúrára, és aztán fölvezetnek egy vagy két ilyen szerencsétlen teremtést, akinek egyetlen bűne, hogy úri leány, és ezért minél előbb férjhez kell adni, mert különben miből él majd meg? Fölvezetik így, ahogyan mondtam. Biztosan látott már lóvásárt. Minden lóvásár közepén van egy kis szabadon maradt térség, amelyet bámészkodó emberek vesznek körül. Ez a lóvásártér szalongarnitúrája. Itt vezetik fel a kupecek a lovakat. Szőrüket előbb kifényesítik petróleummal, hagymát dörzsölnek az orrukhoz, meg hasonló fogásokat találnak ki, hogy a felvezetett ló jól mutasson, peckesen járjon, tüzesen kapkodja a fejét, és horkoljon, mintha legalábbis az Eszterházi ménesből hozták volna. Szőkre margolják a kötőfékszárat, rángatják és kiabálnak reá, amíg megtrappolítják néhányszor fel és alá a közönség előtt, hadd lássa mindenki, micsoda tüzes sárkány ez a szegény, eladásra kerülő pára. Hát, így van ez nálunk is. Az embert leültetik nagy szívélyességgel, aztán asztalra kerül a szokásos likőrös készlet, meg a tálca a süteményekkel, és rendre kiderül, hogy véletlenül éppen ezt a likőrt és éppen azt a süteményt a házi kisasszony készítette önkezüleg, és a mama megkérdi csak úgy mellékesen, ugye szívecském, ezt még akkor tanultad, mikor az angol kisasszonyokhoz jártál, vagy valami hasonlót,
és a szerencsétlen leány lesüti a szemét, és elpirul, és azt rebegi, alig hallhatóan, igen, mama. És az ember tudja, hogy nem a túlzott szemdesség miatt pirult el szegényke, hanem mert ő maga is ferdének és visszásnak érzi ezt az egész erőszakolt helyzetet, és belsőleg tiltakozik a leckeszerű játék ellen, amely bizonyos szövegek állandó ismétlésével jár, mihelyt egy alkalmasnak ígérkező vevő kerül a szalongarnitúrára. Kimondhatatlanul sajnáltam azokat a szegény, kasztbeli leányokat, akiket így vonultattak föl elém, akikről az első hivatalos viziten meg kellett már tudjam, hogy jeles tanulók voltak egyben, intézetbe jártak. Kedvük lett volna érettségizni is, de hiába ez nem leánynak való. Minden tudásszomjuk mellett azonban háziasak, zongorázést tudnak, és munkára meg takarékosságra nevelődtek. Volt valami szörnyűségesen megalázó ebben a mutogatásban. Ha pőrére vetköztetve mutatták volna őket szalongarnitúrás piacukon a derékmamák, az sem lehetett volna megalázóbb. Olyanok voltak, mint egy-egy árucikk, amelynek értéke szinte számokban is kifejezhető, csak össze kellene számolni az intézetek évdíját, a zongora és egyéb magánórákat és az így befektetett összeget, tőkésítve megállapítani, hogy milyen állású férj havi fizetése felel meg, mint életbiztosítási kamat az ilyen módon előkészített leányzó számára. Azt tanították az iskolában, hogy az embervásár Európában már évszázadokkal ezelőtt megszűnt. Hát ez nem igaz. A mi kasztunk megőrizte ezt a szokást, a saját leányait árulta. Éppen csak, hogy a külső formák nyertek bizonyos szalonképességet, hogy úgy mondjam, tökéletesítette leányaink testi és szellemi értékeit, valamint a feltárási és tálalási költségeket egy fix fizetéses jövendő számára. Undorító volt. Talán ez a legfőbb oka annak, hogy otthagytam a kisvárost, és fölkérezkedtem a hegyek közé. Gondolkozott-e már azon, hogy mi az ember életében a nő? Különös kérdés. Tudom, és sokféleképpen lehet válaszolni rá. De az igazi választ egyáltalán nem nehéz megadni. Mondjuk úgy, hogy az ember önmagában képtelen arra, hogy maradandóvá tegye az élet szépségeit. Hogy megfogja és kiértékelje azt, ami az életben szép, jó és kellemes és megnyugtató. Nem, mintha nem látná meg, meglátja. Csak nincs mit kezdjen vele, nem leli meg a helyes szemszöget, ahogyan nézni kellene, valahogy így. Mint ahogy nem tudunk örvendezni az örömnek sem, ha nincs akinek, elmondjuk. Érti? Megkeseredik az öröm az ember szájában, ha sokáig ott ül és nem tud kijönni. Ugyanígy fonnyad el az élet szépsége is, ha az ember egymagában van vele. Legalább két ember együttes érzése kell ahhoz, hogy az élet szép legyen, és az öröm öröm. Persze, akkor még mindezt nem tudtam volna így szavakba foglalni. A leány, akit feleségül vettem, egy erdő őrleánya volt. Ahogy Indiában mondanák a fehérek, egy benszülött leányt vettem el feleségül, nem kasztbelit. Hogy miért éppen azt a leányt? Ma már nehéz lenne ezt elmondani, mert ott volt. Mert valahányszor abba az erdő részbe mentem ki, ott találtam az erdőőri ház előtt, ahogy ruhát mosott a patakban, vagy bárányt legeltetett, vagy valami ilyesmit csinált. Mert az erdőőr beteges volt, és sokszor a leányát küldte maga helyett az ültetésekhez, vagy a fakitermelésekhez, vagy a csúsztatókhoz. Aztán szép volt a leány, legalábbis azt mondták rá mások. Az ilyesmit mások rendszerint jobban tudják.
Puha barna haja volt, és nevető, barna szeme. Mindig nevetett a szeme, ezt szerettem benne legjobban. De azt hiszem, nem ez volt a fontos, más volt, mint a többi. Más, mint azok a leányok, akikhez uzsonnázni hívtak. Akik zongorázni tudtak, és az angol kisasszonyoknál tanultak gagyogni franciául. Anna nem tudott zongorázni, és nem járt semmiféle intézetbe, csak éppen írni, olvasni tanult meg valahogyan, lent a falusi iskolában. De senki sem dicsérte, és senki sem dörgölte az orrom alá, hogy milyen kenyeret süt, szereti a gyerekeket, és kitől tanult meg énekelni. Azonban megtudtam rendre, magamtól, hogy jó kenyeret süt, és kellemes a hangja, amikor a patak mellett súlykolás közben énekel. És megtudhattam azt is, hogy a keze puha és meleg, nem izzad ki a hegymászástól, és bőrének olyan illata van, mint a pataknak, amikor az üvegekben szamóca érik. Annának hívták, de talán ezt már mondtam. Elvettem feleségül. Mindenki csodálkozott ezen, de legjobban ő maga. Az apja az utolsó percig nem hitt el, hogy valóban feleségül veszem el a leányát, és azután sem tudta soha egészen elhinni. Akármit mondtam, csak bólogatott. Igenis, mérnök úr, nem szerette a kasztot, amelyikhez tartoztam, és azt hiszem, mindvégig úgy érezte, hogy a rangján alul ment férjhez a leánya. Sovány, beteges ember volt. Hamar meghalt. Igenis, mérnök úr, ez volt az egész, amit mondott, amikor bejelentettem neki, hogy feleségül veszem Annát. Én boldog voltam Anna mellett. De apámékat nagyon leverte a házasságom. Édesanyám sokat sírt. Ők is ugyanazt érezték, mint az erdőőr érzett az Anna apja. Bizalmatlanok voltak Anna iránt, és azt mondták, hogy rangomon alul házasodtam. Ezt mondták a kollégáim is, és próbáltak lebeszélni Annáról. A feletteseim azzal fenyegettek, hogy örökre elvágom az előbbre jutásom útját, és ott maradok életem végéig erdőgondoknak a hegyek között. De én éppen ezt akartam. Boldog voltam Anna mellett. Hogy ő boldog volt-e, azt nem tudom. Az asszonyok különösek. Sokkal zárkózottabbak, mint mi vagyunk. Sokkal többet tudnak az érzéseikből megtartani, mint mi. Nem tudom, hogy boldog volt-e mellettem, vagy nem. Vezette a háztartásomat, rendben tartotta a ruháimat, gondozta a gyerekeket. De hogy boldog volt-e, arról nem beszéltünk soha. Maga főzött, maga sütötte a kenyeret, maga mosott. Cselédet nem akart tartani. Csak amikor a gyerekek jöttek, vett maga mellé egy leánykát, egyiket a sok szegény rokona közül. De hogy boldog volt-e, azt nem tudom. Én járattam egy újságot és néhány folyóiratot. Olykor meghozattam egy-egy könyvet is. Ha évenként egyszer-kétszer bekerültem a városba, akkor megnéztem a színházakat. Ő sohasem akart városba jönni velem. Rossz kedvű lett, ha hívtam. Amikor olvastam, Lábujhegyen járt a szobában, s ha beszélni kezdtem neki arról, amit olvasok, soha nem szólt egy szót sem. Igazán nem tudom, hogy boldog volt-e vagy sem. De én boldog voltam, amennyiben ez a szó azt jelenti, hogy az ember nyugodt és megelégedett, kiegyensúlyozott és nem vágyik semmire. Az első gyerek abban az évben jött, amikor kitört a háború. Abban az évben még nem vittek el senkit az erdőhivataltól. A következő évben már behívót kaptak azok, akiket a minisztérium nélkülözhetőknek talált. Engem nélkülözhetőnek ítéltek. Abban az évben jött a második gyerek. Bevonultam katonának. Tudja, hogy van az?
Az embert oda teszik valahova, aztán kapja a parancsokat, és ennyi az egész. Legkellemetlenebb a dologban az, hogy az ember soha nem tudja, mikor ütközik valami buta golyóba. Meghalt a hazáért, mondják. Pedig ennél ostobább és megalázóbb halál nincsen. Az ember lép egyet, vagy nem lép egyet, és véletlenül éppen útjába kerül egy golyónak. Meghalt a hazáért. Káromkodni tudtam volna, mikor ezt a frázist hallottam. Mi haszna volt a hazának abból, hogy ez vagy az beletévedt egy golyó útjába? Még csak hősiesség sem volt benne többnyire. Nemhogy azt lehetne mondani rá, hogy hazáért. Félelmetesen ostoba dolog volt az egész. Én láttam. Valaki éppen rágyújtott a pipájára, eldobta a gyufát, és azt mondta. Jövő héten hazamegyek, és elmesélem a fiacskámnak ezt vagy amazt, és közben oldalra fordult szájában a pipával, maga sem tudta miért. És ez a kis mozdulat belevitte a véletlen útjába, és nem ment haza, és nem mondott el semmit a kisfiának, hanem elásták valahol az erdő szélén, egy kis kerek lyukba. És mindez csak azért, mert pipára gyújtott, csípte szemét a füst, és félrefordult a füst elől. De nem erről akartam beszélni. Az ember végigcsinálta az egészet, mert úgy kívánta a becsület. Ha más is, hát én is. De a hazának nem sok köze volt hozzá. Általában a hazának nem sok köze van a háborúhoz. A haza sorsa békében dől el. A háború már csak a külső formáját adja meg annak, ami békében a felszín alatt szinte láthatatlanul megromlott, és a romlás által előre elintéződött. Még a legjobban sikerült háborúk sem tudják helyrehozni azt, amit a béke évei elrontottak. Nézze meg Angliát, na de mindegy, nem rám tartozik, és nem is erről akartam beszélni. Ezek a dolgok csak úgy megakadnak az emberben. Arról akarok beszélni, hogy annak, a mi háborunknak akkor volt egy célja, valamire rámutatott, de mi nem láttuk meg. Én akkor éreztem meg ebből valamit a háború negyedik évében, amikor a katonák között megindult a sugdolózás. Az ember látta, hogy itt is, ott is összehajolnak és sugdolóznak. De ha tiszt jelent meg a közelben, elhallgattak. Zárt volt az arcuk, és titok bujkált a szemeikben. Akkor támadt föl bennem először az érzés, hogy valami nincs rendben, valami, ami a kasztok egymás közötti viszonyában rejlik. Éreztem, de ez az érzés nem volt bennem elég világos még. Csak azt éreztem, hogy hiba van. De hogy hol és miért, arra nem tudtam rájönni sokáig. Tiszt voltam, hadnagy. Így az egyenruhában is tagja maradtam annak az úri kasztnak, amelyhez nevelésem és diplomám fűzött. A különbség köztem és más tisztek között legfeljebb annyi volt, hogy én gyakran és szívesen elüldögéltem a bakák között, pipáztam a tüzeiknél, és hevertem mellettük a sárban, és rendre megtudtam, hogy a szakaszomban kinek mije van odahaza. Milyen mesterséget hagyott ott, és mekkora családot, mi az öröme és mi a gondja, s ahol lehetett, igyekeztem segíteni valamit. De a negyedik évben, amikor ez a suttogás elindult a bakák között, az én szakaszomnál is ugyanaz történt, mint máshol. Az emberek összehajolva ültek a lövészárokban, s amikor a közelükbe értem, elhallgattak. Jó indulattal voltak irántam továbbra is, de nem vettek be a suttogásaikba. Igenis, hadnagy úr, így és így. Igenis, hadnagy úr, ügyelünk magunkra. Minden úgy volt, mint addig.
de ha kérdezősködni kezdtem a suttogásaik felől, lehajtották a fejüket, vagy elfordultak, és a vállukat vonogatták, csak úgy beszélgettünk. De éreztem, hogy valami nincsen rendben. Aztán egyszerre csak a hátunk megett, kitört a disznóság. Már napok óta vártunk rá, de azt hittük, hogy előttünk fog kitörni a túlsóknál, így jelentették a kémek, hogy oda át forradalom készül és leteszik a fegyvert, hogy a háború a végét járja, azt tudtuk mind, de nem hittük, hogy úgy ér véget, ahogy véget ért. Egy félig rommá lőtt istálló volt szállásunk. Az én vackom ott volt az ajtó melletti sarokban. Egy reggel azzal tört reám a zászló ajküldönc, hogy az alezredes úr hivatja sürgősen a szakaszparancsnokokat. Mikor a zászló ajküldönc benyitott hozzánk, még mindenki aludt, alig hajnalodott. Esett az eső, nyírkos, hűvös levegő volt, az emberek álmosak és fáradtak, mindenki aludt. S amikor a küldönc eltávozott, és én meggyújtottam a mécsest, az egész szakasz ült. Borzasan, álmosan ültek az emberek a vackaikon, és egymásra bámultak. És a nézésükben volt valami furcsa. Mi van, emberek? Kérdeztem. Senki se válaszolt. Történt valami? És akkor a hozzám legközelebb fekvő, öreg, bajuszos, népfölkelő azt mondta dörmögve, megyünk haza, hadnagyúr kérem, és azzal elkezdte befűzni a bakancsait. Hogyan? Kérdeztem meglepve. Hát, ahogy tudunk, felelte az öreg, a háborúnak vége van. Éreztem a levegőben azt a különös feszültséget, amit egy halom ember pattanásig feszült idegzete sugárzott. Az emberek gyűrött arca, mintha kőből lett volna, valami rettenetes, erőszakolt nyugalom volt rajtuk. Csak ültek és nézték egymást. Köpenyt, derékszíjat vettem magamra, és kimentem. Mikor betettem magam mögött a rozog a deszka ajtót, egyszerre fölzúgott oda bent a beszéd. Izgatott hangok morajlottak, szavak csattantak, de nem tudtam megérteni őket az űrzavarban. Aztán a zászlóalj parancsnokságon bejelentette az alezredesünk, hogy odahaza kitört a forradalom, elűzték a királyt és a kormányt, és az új kormány hazarendelte a hadsereget. Hosszasan beszélt hozzánk az alezredes, és sok mindent mondott akkor, de már nem emlékszem, hogy mit. Nem is volt fontos. Mi fontosat mondhatott volna azokban a napokban egy alezredes, egy régi iskolából való katonatiszt, egy ember, aki maga a hűség és a becsület. Mikor visszatértem az embereimhez, mindent rendben találtam. Az emberek egy csomóban álltak, és halkan beszélgettek, nem törődtek velünk. Oda mentem a fekhelyemhez. A reggelim ott volt már, szépen előkészítve, mint máskor. Ettem, és nem is néztem az emberek felé. Később odajött hozzám az az öreg népfelkelő, aki először mondta ki, hogy vége a háborúnak, és megállt előttem. Akar valamit? Kérdeztem. Hadnagyúr, mondta az ember dörmögő hangon, megkövetem alásan, tessék levenni a zubbonyról a rangjelzést. Meglepetten néztem rá. Miért? Jobb lesz az úgy. Dörmögte az ember, és nem mondott többet. Délben megtudtam, hogy létrejött a katonatanács. Éjszaka valaki lelopta a zubbonyomról a rangjelzést, hiába kerestem, a tettes nem jelentkezett. Az emberek félrefordították a fejüket, és láttam, hogy jó ízűen mosolyognak. Nem volt tartalék csillagom.
úgy maradtam rangjelzés nélkül. Másnap aztán elindultunk haza. Nem akarok elmondani mindent, ami akkor történt, mert csúnya dolgok voltak azok. Tábornokokat vertek agyon, és törzstiszteket pofoztak meg az állomásokon. A tisztek gallérjáról letépték a rangjelzést, és leköbdösték őket. Nekem semmi bajom nem történt. Budapestig együtt utaztam a szakaszommal egy marhakocsiban. Ott aztán szétoszlottunk. Embereim végig hadnagyúrnak szólítottak, és úgy őriztek, hogy jobban őrizni ember nem lehetett. Mikor szétoszlottunk, sorra kezet fogtak velem, és mind megígérték, hogy emlékezni fognak rám. Néhányan közülük levelet is küldtek később. Sőt, volt olyan is, akit állásba juttattam, de nem erről van most szó. Először szüleimet kerestem föl, hogy ne aggódjanak, fölöslegesen érettem. Aztán hazamentem a családomhoz. Persze, mindez napokba került. Az ország olyan volt, akár csak most. Vonatok nem jártak rendesen, lépcsőkön csüngtek az emberek meg minden. Ősz volt, mire hazavergődtem a havas alá, késő ősz, november. A hegyeken fönt hó volt már akkor. Este volt, amikor beléptem a házba. A gyerekek már aludtak. Anna a konyhában ült a padon, és amikor meglátott, kipirosodott az örömtől, és csak ennyit mondott, jaj! Nem rohant oda hozzám, nem borult a nyakamba, nem sírt és nem kacagott, mint ahogy azt a mi kasztunkbeli asszonyok tették volna. Csak elpirosodott. Fölkelt a padról, odajött hozzám, és egy kis elfogódott nevetéssel megállott előttem. Hát hazagyütt. Aztán átvette a köpenyemet, és fölakasztotta a kályha mellé száradni, mert vizes volt az esőtől. De az arcán és két szemében annyi öröm volt, hogy azt elmondani nem is lehet. A konyhában még voltak mások is. Az Anna rokonságából. Az anyja volt ott, ha jól emlékszem, meg annak egyik öccse, aki fuvaros volt a szomszéd faluban. Meg néhány asszony talán. Az Anna apja akkor már nem élt. Széket tettem alá, s én ott ültem közöttük, kopott katonaruhában, csillagok nélkül, mint egy egyszerű baka. Aki hazatért a háborúból, és elmondtam nekik, amit láttam, úgy, ahogy láttam. Ők körülálltak, csóválták a fejüket, sóhajtoztak és sopánkodtak. Aztán az anyósom öccse, egy gondtelt arcú, köpcös kicsi ember megkérdezte, és most aztán mi lesz? Semmi. Feleltem, a háború befejeződött, de mert elvesztettük, hát minden drágább lesz, a fizetések alacsonyabbak, és az adó magasabb. A fuvaros sóhajtott erre, ahogy a fuvarosok szoktak, sóhajtottak az asszonyok is, aztán vették a kendőiket, elbúcsúztak, és mentek haza. Így volt az én hazaérkezésem. Valóban ilyennek gondoltam akkor az elveszett háború következményeit. Hiszen logikus volt egész nevelésünk, képzettségünk és világlátásunk logikuma, erre a következtetése vezethetett csak. Vesztettük a háborút, tehát fizetnünk kell egy rosszul sikerült vállalkozás költségeit. Hogy egyéb is történhessék velünk, azt nem is tudtam volna elképzelni. De annáig tudták. Ha nem is tudták, minden esetre sejtettek belőle valamit. Az a másik kaszt. Már az első héten feltűnt, hogy az asszonyok járnak Annához a konyhába, és súgdosnak vele, s ha megkérdeztem ilyenkor Annát, valami ilyesmit felelt. Azt beszélik, hogy fent, a hegyekben sok román kóborol puskával. Vagy a román Josif ott a falu alatt, nagyon fent hordja a fejszét,
s ezt meg ezt mondta. Én csak legyintettem ezekre a beszédekre. Azon a vidéken kevés volt a román, az ember jóformán, azt sem tudta, hogy vannak. Közben jelentkeztem az erdőigazgatáson is. Bent a városban különös, nyomott hangulat volt. Az emberek idegesek voltak és siettek. Itt-ott szótlan csoportokat lehetett látni az utcán, akik elhallgattak, mihelyt idegen ért a közelükbe, és lehajtott fejjel sunyin pislogtak az emberre. Jelentkeztem, aztán mentem vissza. Örventem, hogy magam mögött hagytam a várost. Volt a város levegőjében valami, amit akkor még nem értettem, valami veszedelem. Belekezdtem megint a munkába, de nem ment semmi úgy, ahogy kellett volna. Jelentéseimre nem kaptam választ előjáróimtól, az erdővédek nem teljesítették parancsaimat úgy, mint régen. Az emberek megbízhatatlanok lettek. Ha megizentem régi munkásaim közül ennek vagy annak, hogy itt vagy ott járjon ekkor és akkor, nem volt ott. Érezni kezdtem, hogy valami baj van. Nagyobb, mint maga a háború elvesztése. Aztán egy napon hírű hozta az egyik erdővéd fia, aki a katonaságból jött haza, úgy, mint én, hogy a románok megszállták Erdélyt, és népgyűlést akarnak egybehívni Gyulafehérváron, amelyik kimondja majd, hogy Erdély ezentúl Romániához tartozik. Ez olyan különösen, mondhatnám nevetségesen hangzott, hogy el se lehetett hinni. A könyves polcomon volt egy díszkötéses magyar történelem könyv. Azt lapozgattam esténként, de ezer évre visszamenőleg sem találtam ehhez hasonlót. Hogy sok háborút elvesztettünk már évszázadok folyamán, azt megtaláltam benne, és gyakran előfordult az is, hogy ilyenkor idegen katonaság dúlta végig az országot. De hogy hozzá csatoljanak egy másik országhoz, amelyikhez semmi közünk sem volt, olyasmit nem találtam följegyezve abban a könyvben. Ez valami olyan lehetetlen gondolat volt, hogy csak nevetni tudtam rajta, amikor az emberek jöttek és mondták, hogy ez beszélik meg az, de az emberek nem nevettek velem. A román megszálló csapatok valószínűleg csak a főútvonalok mentén haladtak át, mert hozzánk, oda a hegyek közé még mutatóban sem került egy sem. Hozzánk csak a hírek jöttek egyre, hogy itt agyonvertek a románok egy jegyzőt, ott élve megnyúztak egy csendőrőrmestert, amott egy magyar földes urat feleségestől, gyermekestől nyársra húztak és elevenen megsütötték. S hogy a bennvonuló katonaság mindezt elnézi, sőt, még bújtogatja is őket a magyarok ellen. Háromszéki és Nyárád menti székelyfalvak neve forgott a megriadt emberek száján, ahol nekivadult hegyi oláok embertelen kegyetlenséggel pusztítottak ki embert, asszonyt, gyereket, s maga a katonaság is segített nekik. Aztán jött a hír, hogy megtörtént Gyulafehérvárt a románok népgyűlése, és Erdélyt hozzá csatolták Romániához. Mindaddig olyanok voltak ezek a hírek, hogy nem lehetett komolyan hinni bennük. Az ember hallgatta őket, és rázta a fejét. Elvégre a 20. században élünk, mondottam magamban, tatárjárás és egyéb rémségek ideje letelt. Az emberiség kultúrát és civilizációt szedett magára, templomokba jár, és polgári életet él. Ilyen ma már nincs, hogy elevenen megnyúzzanak valakit, hogy nyárson süssék a csecsemőket, és az asszonyoknak levágják a mellét, meg minden. De aztán jött ez az utolsó hír,
és egyszerre félelmetessé nőtt mind az a sok egyéb is, amiben az sem hitt egészen, aki mondotta. Végül megjöttek a faluba az első román csendőrök. Összecsődítették a falut, és kihirdették Romániát, és bírónak mettették azt a bizonyos Josifot a falu aljából, az egyetlen románt a környéken. Hozzám is feljöttek azok a csendőrök. Én nem tudtam románul, ők nem tudtak magyarul, de velük volt Josif, az új bíró, s ő volt köztünk a tolmács. Legelőször azt kérdezték, hogy van-e fegyver nálam. Mondtam, hogy van egy vadászpuskám, azt mindjárt magukhoz vették. Aztán átkutattak a házat a pincétől a padlásig, de nem találtak egyebet, mint a nagy nemzeti színű lobogót a padláson, amit ünnepélyes alkalmakkor szoktunk volt kilógatni a padlásablakon. Azt is magukkal vitték. Fölényesek voltak és gorombák. Legfölényesebb és legborombább az a Josif volt, akiből bírót csináltak, és akit egyszer néhány évvel ezelőtt falopáson fogtam a kincstári erdőben. Azt a napot sose felejtem el. Valami nagyon belém ütött akkor. Nem csak az, hogy a puskámat elvitték, tudja, hogy van az, ha az ember vadász. Ha az ember szívvel vadász, és szereti azt a puskát, amelyikhez hozzászokott, akármilyen ócska is rossz. Aztán a zászló. Sose voltam a parádék embere, és ha lehetett, mindig megszöktem az ünnepségek elől. De a zászló, az mégis valami más volt. Nem csak egy ünnepi kellék, egy színes rongy, ami ostoba és felfújt szónoklatok mögé a hátteret adta. Hogy mondjam, a zászló az valahogy mégis valami szem dolog volt. Egy szimbólum, annak a múltnak a szimbóluma, amelyiknek a révén én, mint magyar, szabad ember vagyok, egyenlő a többi szabad emberrel, aki ezt a földet lakja, és más nyelveket beszél. Nem tudom, megérti-e. Nehéz ezt így szavakba foglalni. A zászló valahogy mégis szent volt, és elvitték. De még mindig nem ez volt a legnagyobb ütés, amit azon a napon kaptam. Nem tudom, megérte, ha azt mondom, hogy az én otthonom szentségének az embere vagyok. Előttem az ember és az otthon egy egészet alkot. Mintha az otthon az ember második bőre volna, az a külső bőr, amely alatt mindaz együtt van, ami nem hús és nem csont, és ami az embert az állattól megkülönbözteti. Valahol olvastam egy angol mondást, az én házam, az én várom. Látja, valahogy tényleg így van ez. De ha még pontosabban akarnám kifejezni, úgy azt kellene mondjam, az én otthonom, az én szentélyem. Mert olyan az én számomra a világ eseményeinek sodrásában, mint egy sziget. És ebbe a szentélybe tört be az a három román csendőr és Josif, aki a falu alatt lakott. Anna megijedt, amikor a három idegen egyenruhás embert meglátta a ház előtt. Valószínűleg megnyúzott emberek is nyársra húzott csecsemők jutottak az eszébe. Odaszaladt a bölcsőhöz, és magához húzta a nagyobbik gyerekünket is. Úgy állott ott, mint egy farkasanya, amikor a kölykeit védi, s amíg az idegenek a házban voltak, nem mozdult onnan. És a szemében láttam, hogy képes lenne puszta körömmel neki ugrani, a gyerekekről lenne szó. De nem a gyerekekről volt szó, csak a puskáról, a zászlóról, és arról, amit az otthon szentségének neveztem az előbb. Mikor a csendőrök elmentek, nevetni kezdtek. Ó, hiszen ezek rendes emberek, mondta vidáman. Elvitték a zászlót, feleltem Annának. Annyi baj legyen. És a puskámat is elvitték. Majd szerez másikat. S már dalolva rendezgetett a konyhában,
mintha nem történt volna semmi sem. Ekkor éreztem meg először tisztán és világosan a távolságot, ami köztünk volt. A kasztok távolságát. Az én kasztomnak a zászló szent szimbólum volt, az ország, a nemzet és a szabadság szimbóluma, az annak kasztjának csupán egy parád és ronydarab, amit bizonyos napokon, amikor nem volt szabad dolgozni, kiaggattak a házakra. Hogy miért volt ez így? Ezen sokat gondolkoztam abban az időben és később is. Azt hiszem, nem Annáék voltak az okai, hogy így volt. Ők csak egyszerűen nem éreztek semmi szorosabb kapcsolatot azzal a háromszínű zászlóval, mintha nem is az övék lett volna, hanem az uraké, akik elrendelték, hogy mely napokon kell kiaggatni a templomtoronyra, a községházra. Az ő szemükben valahogy a községházához tartozott a zászló, ahonnan a rendeletek, a büntetések és az adó jött. A fő szolgabíró fogata, a vármegyei hajdú és a zászló. Ezek valamiképpen összetartóztak abba a világba, amelyikben Annáék éltek. S hogy ez így volt, azért semmi esetre sem Annáék voltak felelősek, hanem azok, akik a zászló fölött rendelkeztek és úgy rendelkeztek, hogy az nem jelentett többet Annáék számára a vármegyei hajdú zsinoros ruhájánál. Akik kisajátították a maguk kasztja számára kasztjelvényeknek, azok tehettek volna erről. De amikor a háború erre rámutatott, akkor már nálunk, Erdélyben késő volt valamit is tenni. Akkor már az idegen katonák összeszedték és elpusztították a zászlókat, és Annáék nem sírtak utánuk. Hogy azon a kis darab földön, ami a párizsi urak jó voltából még megmaradt Magyarországnak, tettek-e valamit ez ellen? Nekik lett volna idejük. Ez most derül majd ki, ezután, a háború után. De nem erről akarok beszélni, hanem arról, ami velem akkor történt. A másik dolog a puska volt. Én azt a puskát abban az évben vettem, amikor kezemben a diplomával először lettem kereső ember. Nem volt valami finom puska, csak amolyan olcsó szerszám volt, amire éppen telt a fizetésemből. De mérhetetlenül büszke voltam rá, amikor megvettem és hazavittem a vállamon a lakásra. Nem is a puskára voltam talán büszke, hanem arra kis zöld papírdarabra, amit a pénztárcámban őriztem, és ami igazolta, hogy jogom van viselni a fegyvert. Jogom van viselni a fegyvert. Gondolkozott-e már ezen valaha? Az ember ugyebár az őskorban együtt él a dorongjával, majd a kőbaltájával, az íjjával, a szekercéjével, a kopjával, és így tovább, ahogy újabb és újabb fegyverek jöttek. Együtt élt vele, hozzátartozott a szerszám, melyel életét kellett biztosítani a vadonban. Később kialakultak az emberi közösségek, és az emberek ezeken belül megszervezte az önvédelmet kollektív alapon. A mesterségekre való szétválás, a szakmásodás megkívánta, és a kollektíve megszervezett önvédelem lehetővé is tette, hogy az ember ne legyen kénytelen örökösen fegyvert hordozni a magával. A fegyverhordozás külön szakmává vált, és elvált a többi mesterségtől. Ekkor már nem volt köteles mindenki fegyvert hordani. Később éppen a kollektíve megszervezett önvédelem kívánságára a szakmabeli fegyverhordozók érdekében joggá emelték a fegyverviselést, ami azt jelenti, hogy voltak emberek, akiknek joguk volt fegyvert hordani, és voltak, akiknek nem volt joguk ehhez. Zavaros korokban ez a jog a szerint fordult, hogy a fegyverviselők szakmájának szempontjából kik voltak megbízható emberek,
és kik nem. A megbízhatatlanoktól elvették a fegyverviselés jogát, hogy azáltal könnyebben uralkodhassanak fölöttük a fegyveresek. Még később rendezett viszonyú országokban ez úgy alakult ki, hogy a fegyverviselés joga megilletett minden tisztességes állampolgárt, aki nem volt bűnöző. Vagyis, akinek fegyvert lehetett adni a kezébe, anélkül, hogy a közösség ennek kárát vallotta volna. Tehát a fegyverviselési jog egyenlő volt az emberi szabadság polgári jogaival, és azt jelentette, hogy az emberi társadalom teljes jogú tagja vagyok, akit tisztelet és becsület illet meg, akinek erkölcsi megbízhatóságához kétség nem fér. Ezért voltam olyan büszke arra a kis zöld papírosra, ami a zsebemben lapult, amikor a puskát először vittem haza. Jó érzés volt, hogy íme, ez is ez vagyok, közmegbecsülésben álló tagja az emberi közösségnek, akiről mindenki tudhatja, hogy nem használja a fegyvert orgyilkos célra embertársai ellen. Aztán kikerültem oda a hegyek közé, és a puska ott fityegett naponta a vállamon, amikor az erdőket járta. Összenőttünk. Ha vadász ember volt, akkor tudni fogja, mit jelent ez. Ha nem, akkor úgyis hiába magyarázom. Mikor azután, a szerencsétlen háború után hazavergődtem a hegyeim közé, és tele voltam azzal a sok zűrzavarral, amit láttam, egy egyensúlyát vesztett emberi rend minden szégyenét és megaláztatását ott viselve magamban, minden bizonytalanság érzetét. Megláttam újra ágyam fölött csüggeni a puskámat, úgy, ahogy azt annak idején odaakasztottam, és ez egyszerre valami különös nagy megnyugvással töltött el. Éreztem, hogy nagyon nagy baj még nincsen, hogy az egyensúly azért mégsem billent föl egészen. Valami ilyesmit. Aztán másnap vállamra vettem a puskát, és kimentem az erdőre, és délfelé lőttem egy vaddisznót, emlékszem, és akkor már olyan volt, mintha nem is vesztettem volna el a háborút. De azon a napon, amikor a három idegen csendőr bejött a házba, és elvitték a puskámat, akkor tudtam, hogy mégiscsak elvesztettem a háborút. Akkor megértettem, mit jelent az elveszíteni a háborút. Védtelennek és kiszolgáltatottnak lenni. Minden emberi jogtól megfosztottnak, megalázottnak. Akkor megértettem, hogy az elveszett háború nem más, mint a kollektív önvédelem csődje és kollektivitás felbomlása. Éreztem, hogy kívül estem a közösség palánkján, és magamra vagyok hagyatva, mint a falkából kivert vad, mint a nyájtól eltévedt birka, mint egy száműzött szent. Hogy kívül kerültem a jogrenden, s csak a két puszta kezem, meg az Úristen, aki esetleg még mellettem van. Hogy egy idegen közösség körébe kerültem, amelyik nem embert lát bennem, csupán egy legyőzöttet. Amely közösségben nekem nincsenek jogaim, csak kötelességeim. Amelyik megbízhatatlannak bélyegez akár egy úton állót, mert másfajtából való ember vagyok. Egy sorba kerültem a gonosztevőkkel, s az a borzalmasan megalázó érzés volt. Éreztem, hogy kidőlt mellőlem az egészséges emberi jogrend vala, amelyiknek eddig neki támasztottam a hátamat. Majd szerez másikat, mondta Anna, s már nevetett is, mert látta, hogy a gyermekeinket nem bántották az idegenek. Sok időbe került,
amíg meg tudtam érteni ezt a mondást és ezt a nevetést. Az ő kasztja szokva volt ahhoz, hogy kívül álljon azon a jogrenden, amit a zászló, a főszolgabíró és a vármegyei hajdu zsinoros ruhája képviselt. Neki ez nem volt meglepetés, nem látott benne semmi rendkívülit. Az apja bátyjától három ízben elkobozták a puskát a rendőrök, még jóval a háború előtt, és kétszer ült is vadorzásért. De negyedszer is szerzett másikat. És voltak többen a környéken, akikkel így történt, hogy a csendőrök bejöttek a házba, és összekutattak mindent. Sokszor mesélte azelőtt is, hogy miképpen történt az gyermekkorában, amikor az apjára háromszor is rájöttek a csendőrök valami vadbőrök miatt. Háromszor dúlták föl a házat, és nem találtak semmit. Mert valaki följelentette őket. Igen, hogy ezen gondolkozni kezdtem. Rájöttem, hogy Annának egészen más lehetett az egész, mint nekem. Ő már látott olyat. Mindössze annyi volt a különbség, hogy a csendőrök most más egyenruhát viseltek, és idegen nyelven beszéltek. A lényeg az ő számára az volt, hogy a gyerekeket ezek sem bántották, a többi már nem volt fontos. Majd szerez másikat. A többiek is szereztek, pedig akkor még háború sem volt, amikor náluk a házat átkutatták, és az apja bátyjától háromszor is elvették a puskát. Nem ok nélkül mondom mindezt ilyen részletesen. Ha tisztán akarunk látni valamit, akkor bele kell mélyedjünk a részletekbe. Én hosszú-hosszú éveken keresztül foglalkoztam magamban ezekkel a részletekkel, amíg nyomára tudtam jönni a titoknak. Annak, hogy Anna akkor miért nevetett. Lassan besötétedett, és szinte nem is vettem észre, hogy mikor. Az ember monoton, lassú hangja ott mellettem olyan volt, mint maga a köd, amelyik az őszi erdőre aláereszkedett és lenyomta ránk az éjszakát. Semmi zaj nem hallatszott sehol, csak az az egyhangú, fáradt beszéd. És néha egy-egy csöpp a fákról, ahogy koppant az avaron. Olyan volt, mintha egy erdőn ültem volna, egy nagyon régi erdőn, apám mellett, és mögött ott hevertek volna a kopók, és mi vártunk volna valamire. Látja a csillagot? Kérdezte hirtelen az ember, és belemutatott ujjával a sötétségbe. Valahol, nagyon magasan valóban pislákolt egy gyönge kicsi fény, de a ködön át alig-alig látszott. Valamikor régen azt hittem, hogy az emberek sorsa a csillagokon múlik, mondta. De aztán rájöttem, hogy ez is csak egy fajtája a felelősségtől való szabadulásnak. Az ember sorsa nem a csillagokban van, hanem a társadalmi rendben, abban a szerkezetben, amit az emberiség a maga élete mögé vázak épített, s ami bennünket egyedenként a levegőben tart, azon a helyen, ahová föltornáztuk magunkat, mi vagy az apáink. Néha ledől, és mi vele dőlünk. Ezt nevezzük sorsnak, hogy dőlünk, vagy nem dőlünk, hogy agyonütjük magunkat, vagy nem ütjük agyon magunkat dőlés közben. A szerkezet, amire a mi nemzetünk társadalmi rendszere fölépült, rossz volt. Azért kellett jöjjön az első háború, hogy erre rámutasson. Nem láttuk meg, hogy mi az, amire mi rá akart mutatni. Vagy legyünk még becsületesebbek, és mondjuk ki úgy, ahogy volt, nem akartuk meglátni. Így aztán jött a második háború is, de nehogy azt higgye, hogy csak a mi nemzetünk
Nem, az egész világ, az egész emberiség, mert a szerkezet az egy. A nemzetek csupán a színeket adják hozzá, amivel mindegyik a maga ízlése szerint befösti az átfogó nagy traverzek reá eső részét. Azokat a nagy traverzeket, amelyek a társadalmi rendszereket tartják. Mondottam, hogy az Indiában élő fehér emberek rendje és a mi kaszti rendünk között csak egy nagy lényeges eltérés van, a szolidaritás hiánya. Mikor abból az elcsapott európai tisztviselőből kosárfonó lett és a benszülöttekkel egy szintre került, az egész fehér kolónia megmozdult, hogy kiemeljék abból a helyzetből. Hogy ne hurcolja meg a kaszti tekintét a benszülöttek nátkunyhójában. De mikor engem tett ki állásomból az új gazdaként reánk zúdoló román állam, egyetlen ember nem akadt az egész úri társadalomban, aki a kis ujját is megmozdította volna értem. Ellenkezőleg voltak, akik kár örömmel nézték azt a bizonytalanságba taszított kasztbeli kapálózást, amint görcsös kétségbeeséssel igyekezett fenntartani magát a kétkezi munka alacsony életszínvonalának elnyeléssel fenyegető iszapjában. Én nem igyekeztem fenntartani magamat. Fejest ugrottam az úrirend szúette trambolinjáról. Beálltam fadöntő munkásnak. Ez pontosan ugyanaz volt, mint amit az a fehér ember tett ott Indiában, akiről a könyvet írták. A mi benszülött világunkban a fadöntés felelt meg az ottani kosárfonó életnek. Annáéknak volt egy rokonuk, az szénégető volt fenn a hegyeken. Öreg ember és asszonytalan. Ahhoz költöztünk. Háza ott állt egy bükkerdő széliben, ott éppen, ahol a havas legelői az erdőkkel összeérnek. Lóhavasnak hívták azt a hegyet. Kicsike ház volt, fából volt egy pitvar, egy szoba és egy félszer. A félszer alá kötöttük a tehenet, oda rekesztettük el a négy süldőt is. Az öreg ember kihurcolkodott a pitvarba, s átadta a belső szobát nekünk. Azt is meg tudom mondani, pontosan 4x4 méter volt az a szoba. Nyár volt. Ma is emlékszem rá olyan tisztán, mintha csak tegnap történt volna. Az a bizonyos Josif, az új bíró, egy hivatalos levelet hozott föl a lakásomra. A levélnek sárga borítékja volt, és az erdőgazdasági pecsétje díszelget rajta. Kibontottam a levelet, románul volt, egy szót sem értettem belőle. Ott álltunk az irodában. Én az asztalnak támaszkodva, a bíró előttem. Az a bizonyos furcsa, dacos és kihívó mosoly volt az arcán, ami olyan emberekén szokott lenni, akik alacsonyabb rendűséget éreznek, de ugyanakkor tudják azt is, hogy mögöttük áll a fegyveres hatalom. Néztem a levelet, aztán visszaadtam Josifnak. Én ezt, fiam, nem értem, mondtam neki, olvasd el, hogy mi van benne. Josif nem nyúlt a levél után. Az van benne, felelten neki pirosodva az örömtől, hogy kimondhatja végre, hogy a mérnök úr nem mérnök úr többet, hanem egy új mérnök jön ide elsején, és az román lesz. Ránéztem arra Josifra, csak annyit mondtam neki, hogy jó. Azzal hátat fordítottam, és kimentem az irodából. Nem várta meg az elsőjét, egy napot sem vártam többé. Megbeszéltük Annával a dolgot, még azon nyomban, s másnap kihurcolkodtunk az államházából.
föl a lóhavasra. Anna sírt, amikor elhagytuk az erdőgondnoki házat. Gyászát körül károgták a rokonasszonyok, mint varjak a temetőt, de én tudtam, hogy nem a ház miatt sír, még csak nem is az otthonát síratta, ahol néhány esztendőt eltöltött. Anna egy számára ismeretlen és bűvös erőkkel bíró kasztbeli helyzetet síratott, az én kasztbeli helyzetemet, mely az erdőgondnoki házból való kihurcolkodásunkkal úgy éreztem megszűnt. Ölébe vette a kisebbik gyermekünket, és néha visszanézett, és arcán folytak lefelé a könnyek. A rokonasszonyok meg körülvették feketén, és tele sóhajtozták a fülét. Legszívesebben közibükütöttem volna. Én nem néztem vissza, amikor fölfelé mentünk. Fogadott szekér vitte a holminkat föl a hegyre, s a szekér mögé kötve lépdelt a tehén. Én a tehén mögött mentem, s nem néztem vissza. Nem éreztem már semmi közösséget a házzal, amelyik egy idegen államé lett. Fönn a lóhavason akkor érett a szamóca. Anna néha vederrel járta az üvereket, azokban az első napokban, s ilyenkor a gyerekeket is magával vitte. Én fát döntöttem, és pajtát ácsoltam a tehénnek, meg ólat a süldőknek. Az öreg embert, aki a ház volt, Andorásnak hívták, s olyan volt, mint minden havasi szénégető, hajlott hátú, fekete, bozontos és szótlan. Napközben nem is igen láttuk a ház körül. Bent ült ilyenkor az erdőben, a kemencé mellett, és Anna hordta neki délben az ételt. Anna egy-kettőre otthon volt fent a lóhavasi házban. Látszott rajta, hogy akkor került valójában haza. Hihetetlen gyorsan berendezkedett. A kiöregedett, kopott faház valósággal ragyogott a keze alatt. Soha egy percig nem ült tétlenül, mindig tett-vett valamit, és sokat énekelt. Olyan volt megint, mint amikor apja mellett az erdőőri házban élt. Ő hazatért, amikor a lóhavasra költöztünk. Kasztjának minden évszázados havasi paraszt tudománya ott volt a markában, amikor kézbe vett valamit. Én megácsoltam a pajtát, a disznóólat, a pajtában helyet készítettem a tyúkoknak, ahogy Anna kívánta, aztán nekikezdtem a téli fának. Néhány hétig keményen dolgoztam, gyötörtem és fárasztottam magam a munkával, hogy ne tudjak gondolkodni. Aztán rájöttem, hogy semmi értelme nincs kitérni a gondolatok elől. Ez egy esős napon történt. Az eresz alatt ültem a padon, és kibámultam az esőbe. Tudtam, milyen az, mikor ott fenn a havason esni kezd úgy nyáron az eső. A felhők hasukkal súrolják a fák tetejét, és a levegő súlyos a víztől. Akármerre fordítja az ember a fejét, minden szürke. Lógnak, lógnak a felhők, és az eső esik. Az ember azt hiszi, soha nem lesz vége. Anna kijött a házból, és leült mellém a padra. Nézett rám oldalról, várta, hogy mondjak valamit. Egy tornácot építhetnénk ide, mondottam, csak éppen, hogy szavak legyenek a számba. És Anna hallja a hangomat. Csodálkozva nézett rám. Miért? Hogy legyen, hol üljünk, amikor esik az eső? Anna elkezdett nevetni. Hosszú ideje nem hallottam már olyan vidáman nevetni, mint akkor. Hát csak nem akar itt maradni, ebben a házban. Felkaptam a fejemet, és ránéztem Annára.
Azt hiszem, ki is vörösödött az arcom, csak néztem rá, és Anna nevetett. Aztán hirtelen sírni kezdett bent a gyerek, és beszaladt, hogy megnézze. Többet aztán nem is beszéltünk erről, valami egyéb közbe jött, mit tudom én. Annának dolga akadt a gyerekkel, vagy ilyesmi, és később el is felejtette az egészet. De én nem felejtettem el. Ott maradtam a padon, és gondolkodni kezdtem. Hogyan? Hát ez az asszony, aki egy ilyen házban, ilyen környezetben és ilyen életszínvonalban nőtt fel, még gondol arra, hogy visszatérhetünk az új kasztba, amelyhez én tartozom? Úgy érzi, hogy nevetni kell még a gondolaton is, hogy egy erdőmérnök fölmegy a havasba, és ott él az idők végezetéig, mint egyszerű fadöntő, kiszakadva a kasztból, melyhez tartozik. Ő, aki ebből a környezetből való képtelen érezni, hogy én lesüllyedjek az ő színvonalára, és én el tudom képzelni ezt? Gondolkodni kezdtem a dolgon, és rájöttem, hogy nem tudom elképzelni én sem, mert elképzelhetetlen ezért. Tudja, minden embernek van egy szintje, amit részben magával hozott, részben magára szedett. Magával hozta a szülői otthonból, és magára szedte a nevelés mértéke szerint. Ezt a szintet elhagyni nem lehet. Ez az alap, amelyiken az ember úgy áll, ahogy állnia kell. Meg tudja vetni rajta a lábát, ideig óráig lehet magasabbra is emelkedni, és ideig óráig lehet mélyebbre is zuhanni. De a fölemelkedés és az lezuhanás is csak olyan az ember életében, mint egy kaland. Jó vagy rossz kaland, de mindenképpen csak kaland, és nem végleges állapot. Végleges állapot, külső és belső egyensúly csak is azon a szinten lehetséges, amelyikhez az ember tartozik. Ha annak a fehér embernek ott Indiában ideje lett volna végigcsinálni azt a kalandot, amibe belekezdett, ha nem verik agyon idő előtt a benszülött kosárfonók, akkor egy szép napon minden bizonnyal visszatért volna magától a fehér emberek közé, mert így kívánta volna az a belső, egyensúlyi helyzetre való törekvés, ami minden kaland mögött is ott van, bent az ember mélyén. Azon az esős délutánon, ott az eresz alatt, a padon, rájöttem én is, hogy az Anna nevetésének igaza van. És attól a pillanattól kezdve egyszerre könnyebb lett minden. Mert már az egész olyan volt csak, mint egy kaland, amelyik hosszabb, rövidebb ideig tarthat, de egyszer véget kell érjen. Mert az, ha valaki erdőmérnöki diplomával a zsebében fákat dönt az erdőn, nem lehet egyéb, mint csíny. Egy kaland, amin majd valamikor még sokat nevetünk. És megértettem ott a padon, hogy ilyen kaland minden, ami természetellenes, ami zuhanás az egészséges emberi és erkölcsi rendnek. Kaland volt az is, hogy az idegen csendőrök betörtek az otthonomba, és elvitték a zászlót meg a puskát. És ezen a szemüvegen át egyszerre másnak látszott minden, és valóban olyan lett az egész, az a menekülés föl a lóhavasra, mint egy kalandos vállalkozás. És egyszerre meg tudtam érteni az Anna szavát, amikor azt mondta a puskámra, amit az idegen csendőrök elvittek, hogy majd szerez másikat. Igaza volt Annának. Fél év sem telt, és szereztem másikat. Írás nem volt hozzá, az igaz, de hiszen kalandot éltünk, kaland volt minden. Egy vadorzótól vettem, akinek kettő volt. Úgy tett, ahogy Anna megjósolta.
szereztem másikat. Két évig éltünk ott fönn, aló havasi házban, Andorásnál. Addig tartott a kaland. Vagy mondjuk inkább úgy a kaland mélypontja, mert a kaland maga 22 évig tartott. A békeszerződésekben ugyanis egészen Romániának adtak oda bennünket 22 hosszú évre. De ha jól meggondolom, még talán akkor sem ért véget a kaland, mikor a magyar csendőrök visszatértek hozzánk, és az állami épületekre újra fölkerültek a régi lobogók. A kaland maga még tartott tovább, csak egyre formát cserélt. Ami ma történünk velünk, tudja, én azt hiszem, ez a kaland, amit most csinálunk, összefügg még azzal az elsővel. Az egész egy kaland, egyetlen nagy kalandja az emberiségnek, aminek a mi életünkben talán már nem is lesz vége. Pedig csak kaland az egész, az biztos. Az egyensúly egyszer visszabillen, mert ez a törvény. De ez más dolog. Nem erről akartam beszélni. Két évig éltünk fönt a lóhavason. Különös két esztendő volt. Ahogy ma visszagondolok rá, azt kell mondjam, szép két esztendő volt. Szép volt, mert csak kaland volt. És a kaland egy bizonyos felelőtlenséget ad az embernek. Fát döntöttem Andorásnak a színhez, vadásztam. Néha lementem az emberek közé, amikor prémeket vittem eladni, vagy üzletet kötöttem az Andorás szenére. Egy ilyen alkalommal összetalálkoztam egyik volt kollégámmal, és ezt még el kell mondjam, mert ez fontos. Az az ember két évvel volt idősebb, mint én. A főiskolán fölöttem járt. Mikor én a kisvárosba kerültem, ő már az erdő igazgatáson volt. Törtető embernek ismertük. Tudja, abból a fajtából való, aki az iskolában elsőnek ugrik, hogy fölsegítse a tanárra a kabátot. Aki a hivatalban legmélyebben tud hajolgatni a főnök előtt, és pimaszul hazudja tucatjával az udvariasságokat a fellebb valóknak, feleségeiknek és leányaiknak. Csáklány Tibornak hívták ezt az embert, és soron kívül lépett elő a szamárlétrán. Ő volt az erdő igazgató besúgója. Egy esetre nagyon jól emlékszem ma is. Még az első évben történt, hogy oda kerültem. Volt egy fiatal erdőgondnok, akit Marosánnak hívtak. Egy román esperesnek volt a fia. Ezt a Marosánt egy alkalommal a kaszinó guglizójában megkérdezte valaki, hogy miért nem változtatját a nevét Marosira. Azért, felelte Marosán, mert román vagyok. Ez a Csáklány Tibor is ott volt éppen akkor, és nagyon élesen szólt rá az erdőgondnokra. Aki a magyar állam kenyerét eszi, az legyen magyar! Marosán csak ennyit felelt erre. Én nem a magyarok kenyerét eszem, hanem abból az adóból élek, amit a román nép fizet be a magyar állam pénztárába. Csáklány szidni kezdte erre a románokat, és arról beszélt, hogy a magyar türelmességnek is vannak határai. Marosán nem állt le vele vitatkozni, hanem fogta a kalapját és elment. Fél évre rá elbocsájtották állásából. Összeférhetetlenség címen. Még abban az évben Csáklány Tibor feleségül vette az erdőigazgató leányát. Aztán én elkerültem onnan, és nem találkoztunk többet. Addig a napig, amíg három
Nyest bőrrel és két róka bőrrel a hátizsákomban benementem egy alkalommal a városba, hogy pénzt csináljak, és beszerezzek Annának egy és mást. Ez télderekám volt már. Fél éve éltünk akkor fönn a lóhavason. A bőröket hamar eladtam. A zsidókat nem érdekelte, hogy van-e vadászjegy vagy nincs. Ez a része a dolognak is hozzátartozott a kalandhoz. Be is vásároltam, amit kellett, és baktattam lassan a fogadó felé, ahol a sógor deszkás szánja állt, amivel jöttem. Nem sokat ügyeltem az emberekre, akik körülöttem mozogtak az utcán, nem volt semmi közöm hozzájuk. Néha valaki rám köszönt, annak visszaköszöntem. Néhányan csodálkozva néztek utánam, régi kasztbeli ismerősök, mások lenézéssel és megbotránkozással fordították félre a fejüket, hogy ne kelljen köszönjenek egymásnak. Ezek a tekintetek jutottak később az eszembe, mikor azt a könyvet olvastam Indiáról. A benszülöttek szürke condra ruháját viseltem én is akkor, posztó csizmát és báránybőrkucsmát, és semmiben sem különböztem a többi benszülöttől, aki azon a vásári napon megtöltötte a Városka utcáit. Egyszerre csak megláttam Csáklány Tibort. Az utcasarkon állt, mint aki vár valakire. Hosszú városi bundában, vidra prém sapkával a fején, hóna alatt irattáskával, nem tudom, mi ütött belém, talán mindössze annyi, hogy sok volt az időm, mert a sógor csak délután készült vissza. De lehet, hogy volt valami kis gonoszság is bennem, valami kis csípős dac a kasztbelivel szemben, aki írtózva bámulja rajtam a benszülött viseletet. Odálltam én is az utcasarokra Csáklány Tibor mellé. Szervusz! Köszöntem rá, mintha csak akkor ismertem volna föl. Ijedten fordította felém a fejét. Meglepett és bosszús volt. Végignézett rajtam. Bună ziua! Adta vissza a köszönést románul. Most már én néztem rá meglepetten. Ezt hol tanultad? Kérdeztem még mindig azon a tréfálkozó, kollégiális hangon, amit régen te használtunk egymás között. Arca elborult a szavaimtól. Lopva körülnézett, de nem figyelt ránk senki. Hozzám hajolt és sietve hadarta el, mint egy betanult leckét. Tudok a te szomorú esetedről, és hidd el, mindent elkövettem, hogy jobb belátásra bírjam az illetékeseket, de hiába. Ilyen a világ, tudod? Én nagyon szívesen segítenék rajta, de hát be kell lássad te is. Miről beszélsz? Vágtam bele a szavaiba. Nézd, felelte láthatóan zavarban. Én megértem, hogy mind hozzám jöztök, és tőlem akarjátok. Én nem akarok tőled semmit. Meglepetten nézett rám. Nem? Nem, hát. Csak megláttalak itt állni, és eszembe jutott, hogy valamikor együtt dolgoztunk. És megálltam, hogy köszöntselek, és megkérdezzem, hogy hogyan éltek, és mi van a családoddal. Az az ember a városi bundájában felsóhajtott erre, és olyan arcot vágott, mint aki a temetésről jön. Élünk, mondotta. Tudod, az ember a családjáért köteles mindent elkövetni, hogy a felszínen maradhasson. Istennek hála nem csak megmaradhattam az állásomba, hanem helyettes erdőigazgató vagyok. Különösen szinte aggódva nézett rám, hogy mit szólok mindehez. Ennek örvendek. Mondottam őszintén, és gratulálok a sikeredhez. Valóban. Örventem, hogy egy volt kollégámnak sikerült a változott világban is megmaradnia, sőt, előre jutnia.
Ezek a szavaim egy kis életet öntöttek az emberbe. Megemelte a fejét, és öntelten mosolygott. Köszönöm, mondta. Az ember igyekszik. Aztán tudod, nem emberevők ezek sem, és szükségük van a szakemberekre. Csak el kell találni velük a hangot. Ebben a pillanatban egy szánkó fordult ki a szomszédos utcából. Megismertem az erdőigazgatóság lovait. A szánkóban egy kövérbundás úr ült. Csáklányi Tibor gyorsan hadarni kezdett. Ez az erdőigazgató. Nekem mennem kell. Várj, megadom a címemet, és ha gondolod, hogy te is majd valami alkalmi munkára először... Megpróbállak. Felírom a lakásom címét, mert a hivatalban nem szeretem, ha a magyarok keresnek. Tárcájából egy névjegyet kotort elő, valamit fölírt rá ideges kézzel, és a markomba nyomta. A szánkó a sarokhoz ért, és megállt. Csáklány Tibor ilyet mozdulattal kapta le fejéről a vidrabőr süveget. Tréc! Domnule direktor, am onoare să vă salut! Ordította lelkesen, és nem is nézett rám többet, hanem hajlongva igyekezett a szánkó felé, és szájából vég nélkül ömlöttek a hangos román szavak. A kövér úr ott a szánkóban éppen, hogy a sapkájához emelte a kezét, aztán annélkül, hogy egy szót is mondott volna valami lomha, lenéző mozdulattal odamutatott maga mellé az ülésre. Csáklány Tibor szaporán kapaszkodott föl a kövér úr mellé, s még akkor sem hagyta abba a lelkes szóáradatot. Aztán a szánkó tovább csúszott. Megnéztem a kezemben maradt keskeny névjegyet. Ez állt rajta. Tiberiu Csáklán, inginér Szilvik. És a másik oldalon kusza, ceruza írással egy utcanév és egy házszám. Nem akarom elmondani mindazt, amit gondoltam és éreztem akkor, mikor rámeredtem arra az elferdített névre, s még a névjegyet apró darabokra szaggattam, és valóságos undorral töröltem meg utána a kezemet, mintha bepiszkítottam volna. Ma már mindegy, hogy mit éreztem, és mit gondoltam akkor. A lényeg az, hogy volt ilyen. Mindig volt, és mindenütt volt, amióta csak népek hadakoznak egymással, és egyik nép a másik fölé kerülhet. Az ember már az iskolában kezdett tanulni erről. A létben tartó erő, így nevezték ez. Hát igen, ez is a létben tartó erő egyik automatikus megnyilatkozása. Ha gondolkozunk rajta, azt kell mondjuk, civilizált önvédelmi kísérlete a fizikailag és erkölcsileg gyönge egyedeknek. A primitív állatvilágban is tanulunk hasonlót. Azonban ott is a gyöngeséggel jár együtt. Hernyók, rovarok átveszik a környezetük színét, föl egészen a kameleonig. De már sem a farkas, sem a vadgalamb nem képes színt cserélni önvédelmi célból. Az ilyen emberre, mint ez a Csáklány Tibor, azt mondják renegát. De nem csak mi mondjuk ezt, hanem azok is, akikhez átállt, hogy megmentődjék a kalantól, melynek vállalkozásához nem érez magában elég erőt. A román erdőigazgató ott a szánkóban legalább annyira megvetette ezt a csáklányból, csáklánná lett erdőmérnököt, mint én. De lehet az is, hogy jobban. Szolgálatait elfogadta, meg is fizette érte, de nem láttam, hogy kezet fogott volna vele, amikor beültette maga mellé a szánkóba. Ezzel a Csáklány Tiborral még csak egyszer találkoztam az életben. Ez talán 6-7 évvel azután volt, akkor már 3 fűrész malmon járt fönn a hegyek között,
és gyakran voltak tárgyalásaim az erdőigazgatóság uraival. Akkor már Marosán volt nálunk az erdőigazgató, az a bizonyos Marosán, akiről szólottam már az előbb. Barátságos ember volt, mondhatnám azt is, hogy szíves. Bár a magyarokat nem szerette, de ez csak el volt nála, és az elv is inkább csak annak a léha és urizáló magyar középosztálynak szólott, és nem volt egyéb, mint holmi keserű emlék visszatérő borúja a múltból. Olyan beléje nevelődött utólagos reakció, amit annyiszor tapasztalatlanunk embereknél, akik életük kezdő szakaszát valamely föléjük súlyosodó társadalmi réteg árnyékában tengetik, és ezt az árnyékban állást nem tudják többé soha elfelejteni. De ettől eltekintve jó indulatú ember volt ez a Marosán, és ha munkásokról meg parasztokról volt szó, nem tekinthette soha, hogy román vagy magyar az illető. Tisztelte a tudást, és megbecsülte a szorgalmat. És ha kasztjából kiesett, magyart látott, aki értelmes és becsületes vállalkozással igyekezett újra lábra állni, annak szívesen volt segítségére. Valamilyen erdő kitermelési engedély dolgában tárgyaltunk akkor. Kitermelésre vettem meg egy erdőt, és kiderült, hogy a kitermelési engedély nem akkora területre szólt, amekkorát a tulajdonos nekem lekötött. Ezt az ügyet kellett tisztázzam az erdőigazgatóval. Marosán kedves volt és előzékeny, amikor megismert. Kollega úrnak szólított és érdeklődött családom, elfoglaltságom és üzleti dolgaim iránt. Valamiért át kellett menjünk a térképterembe, s a folyóson egyszerre csak szembe találtuk magunkat Csáklány Tiborral. Tisztán és elevenen él ma is bennem ez a kép. Kiléptünk az ajtón, és mentünk a folyóson, egymás mellett. Valamiről beszélgettünk. Magyarul persze, mert én románul még mindig nem sokat tudtam. A folyósó sarkában befordultunk a térképterem felé, s egyszerre csak szemben álltunk Csáklány Tiborral. Nem volt egyedül. Két zsíros arcú, lompos, örmény fakereskedő volt vele. Ő maga is lompos volt, gyűrött és sovány. Ilyetten kapta le kalapját és nagyot köszönt. A dereka is meghajlott. Valami rettenetes merevség, vinnyogó alázatosság volt az egész ember. Az erdőigazgató bólintott a fejével, én halkan mormoltam valamit, és tovább mentünk. Néhány lépés után Marosán felén fordult. Emlékszik még erre az emberre? Kollégák voltunk, honfitársa egyébként. Ezt az utolsót kis éllel mondta, és a szája szögletében megrándult valami gúnyos mosoly is. Ismerem, feleltem, Tiberiu Csáklánnak hívják. Tehát inkább az ön honfitársa, mint az enyém. Az erdőigazgató hangosan fölnevetett. Lemondunk a kisebbség javára, mondta harsogó vidámsággal, és kinyitotta a térképterem ajtaját. Később megtudtam, hogy ezt a Csáklány Tibort minden névváltoztatása és hasoncsúszása ellenére is csak addig tartották meg románnak, amíg a bukaresti erdészeti főiskolától megfelelő számú utánpótlás érkezett. Mikor ott találkoztunk a folyóson, már két év óta tengődött állás nélkül. Olcsó kis alkalmi munkával végzett kétes hitelű fakereskedőknek. Hogy később mi lett vele, nem tudom. Elnyelte a sár. Az árok sara, amelyik két utca között húzódott végig, a magyarok és a románok utcája között, és elnyelte a hulladékot erről is, arról is. Az ember elhallgatott, és belebámult a sötétbe.
Éreztem, hogy megborzong. Hűvös volt. Nyírkos, rossz őszi hűvösség lapult az éjszakában. Tüzet kellene gyújtani, mondta hirtelen, de aztán hozzátette mindjárt. Különben úgysem maradunk itt, éppen csak pihenünk egy keveset. Kipihenünk valamit, amit ki kell pihenni. Aztán megyünk tovább. Sóhajtott. A tűz csak úgy az eszembe jutott. Szerettem a tűz mellett ülni az erdőn. Éjszaka, amikor hallgatnak a fák. Amikor minden olyan, mintha ember még nem is született volna a földre. Persze maga most szeretné tudni, hogy miképpen jutottam a három fűrészmalomhoz, s hogy az erdő igazgatóval tárgyaljak meg mindent. Ezt is elmondom, bár az én történetemben nem ez a lényeges, nem a hogyan. Lényeges az, hogy fölismertem a kalandot. Aki zuhan és idejében fölismeri, hogy ez a zuhanás csak kaland, azt baj nem érheti. Az csak a talpára eshetik, akár a macska. Nem tudom, de azt hiszem, a macskáknak is viszket a talpuk egy-egy ilyen talpra esés után. El is zsibbadhat a talpuk, egy jó ideig valószínűleg nem szívesen állnak reá. Hát velem is így volt, látja. Ott, azon az esős napon, a lóhavasi faház előtt a padon rájöttem, hogy az egész csak kaland. Éreztem, hogy zuhantam ugyan, de a talpamon állok mégis. Azonban a talpam zsibbat volt, s így beletelt egy év, amíg mozogni kezdtem vele. Mondom, abban az évben semmi egyebet nem tettem, csak fát döntöttem és vadoroztam. Döntöttem a fákat az öreg Andorásnak a szénhez, s ezért ő bevett társnak maga mellé az üzletbe. Őszig 12 kemencét baltáztam össze az öregnek, ő meg csak rakta össze a fákat, földelte le és őrizte bennük a tüzet. Mikor az első kemence füstölt, megkérdeztem tőle. Háromból egy, jó lesz így. Addig nem esett szó köztünk üzletről. Jó, feleltem. Az öreg nem szólt semmit, csak elfordította a fejét, és láttam, hogy gúnyosan elmosolyodik a szakállában. Tudtam, hogy mire gondol. Becsaptam ezt a szerencsétlen úriembert, azt gondolta magában, és örvendezett ennek a gondolatnak. Mindig vissza kell térjek arra a bizonyos fehér emberre, aki kosárfonó lett Indiában. Mert egészen biztos, hogy amikor az első kosarakat csinálta ott a sárkunyhó előtt, a benszülött kosárfonók gúnyosan nevettek össze a háta mögött, és azt mondták, nézzétek ezt a szerencsétlen fehért, milyen ügyetlen keze van. Mert egészen biztos, hogy az első kosarai rosszul sikerültek. De az is biztos, hogy egy idő múlva szebb és jobb kosarakat font, mint a benszülöttek, s ez volt az oka annak, hogy elsőnek verték agyon, amikor a lázadás kitört a fehérek ellen. Mert látja, ez egyformán van Indiában és nálunk is, és mindenütt a világon. Az emberek örvendenek annak, ha valaki egy magasabb polcról lezuhan közéjük. És örvendeznek annak, hogy ott lenn ügyetlenebb, mint ők. Ügyetlenségét kihasználják, s amellett még ki is gúnyolják. De ez nem rossz indulat tőlük, nehogy azt higgye. Sajnálják és segítik. Csak éppen örvendenek annak, hogy sajnálhatják, és segíthetik. De a káröröm, a gúny és a lenézés nem annak szól, akit a szerencsétlenség odalökött közéjük. Dehogy is. Azoknak szól, akik fönt maradtak továbbra is, akiket nem érnek el a szavaikkal és a gúnyaikkal, akiket irigyelnek és gyűlölnek, mert mások,
bizonyos dolgokban többet tudnak, s emiatt szebben és könnyebben élnek. Valahányszor fát döntöttem, és Andorás elment mellettem, nevetett. Valami olyan elégedett nevetés volt ilyenkor, s én tudom, hogy ez a nevetés nem az én kínlódásomnak szólt, nem az én fölhólyagzott tenyeremnek, hanem magának az úri rendnek, mindazoknak a tisztviselőknek és hivatalnokoknak együttéve, akik sohasem kellett fát döntsenek, és mégis jobban és kellemesebben éltek, mint Andorás. Sőt, lenézték őt, Fokhegyről beszéltek vele irodáikban, melyekben kényelmes székekben ülve, egy nap alatt több pénzt kerestek, mint ő ott fönn a hegyen, egy egész hónap megfeszített munkájával. Ezeknek szólott az a gúnyos nevetés, és mindaz, ami még mögötte volt, és nem nekem, akit magához vett, és akin segíteni igyekezett a maga módja szerint. És mikor Andorás azt gondolta magában, hogy becsaptam jól ezt a szerencsétlen úriembert, és gúnyosan belenevetett a szakállába, ez a gúnyos nevetés a világ valamennyi erdőmérnökének szólott, hogy lám, hiába úr, és hiába tanult ember valaki, mégsem tudja, hogy háromból egy nem megfelelő üzlettársi viszony fadöntő és égető között. Tudtam én jól, hogy ezt kellett volna mondja az öreg, fele-fele, de nem ezt mondta. Én pedig hagytam, hogy legyen úgy, ahogy ő akarja. Nekem az a kis anyagi különbség nem érte meg, hogy szót váltsak miatta az öreggel. És látja, itt kezdődik a lényegbeli különbség a valódi benszülöttek és a kalandból lett benszülöttek között. Ez az, amit kazdbeli benszülött sohasem tanulhat meg az átmeneti benszülöttől, és ez az, amit sohasem tud megbocsájtani neki, a nagy vonalúság. Tavaszon alig, hogy a hó elment, nem szóltam Andorásnak semmit, csak kerestem magamnak az erdő aljában egy megfelelő helyet, és dönteni kezdtem a fát. Döntöttem, fölaprítottam és kemencét raktam. A második héten megszólított Andorás. Haja, minek dönti a fákat olyan messzi lent? Mert olcsóbb lesz onnan a szállítás, feleltem. Az öreg hümmögött valamit, és elgondolkozott a dolgon. Másnap megkérdezte. Van-e már egy kemencére való? Ránéztem az öregre, és annyit mondtam neki. Ma készültem el a második kemencével. Holnap begyújtom azt is. Andorásnak a szája is nyitva maradt, úgy bámult rám egy darabig. Később lement a kemencéimhez. Sokáig maradt ott. Mikor visszajött lentről, odaült mellém a padra. Megtanulta a mérnök úr, mondta elgondolkodva. De nem itt, feleltem neki, még az erdészeti akadémián. Egy erdőmérnök mindent kell tudjon, ami az erdővel jár. Andorás hümmögött. Hát, nem tudom, dünnyögte később. Nem sokat keresett a múlt évben, de ha akarja, megfelezhetjük még az árát. Ugyan, Andorás, mondottam és nevettem hozzá. Harmada vagy fele, egészen mindegy, nem ezen múlik. Az öreg nem szól többet. Egy ideig még ült a padon, aztán fölkelt és elment. De attól a naptól kezdve nem bírtunk kijönni vele. Nem bocsájtotta meg nekem soha ezt a beszélgetést. Nem a szavakat, hanem ami azok mögött volt.
hogy nem érdekelt az a pénz, amit rajtam nyert. Hogy rájött, nem ő csapott be engem, hanem én csaptam be őt, mert tudtam, hogy mennyi járna a munkámért, és mégis ráhagytam, mintha nem értenék hozzá. Hogy egymagam is meg tudtam csinálni a kemencéket. Mert így van, ezt tudja. Az elesett fehér embert jó szívvel pártfogolja a benszülött. Kigúnyolja ugyan tehetetlenségét, mint igazolását annak, hogy nem különb nála, amiért fehér. De magához veszi, és nem hagyja éhen halni. Sajnálja és sopánkodik a baján, mert úgy érzi, hogy minden sajnálkozó szóval öt egyet az irigyelt kaszton. De mérhetetlenül felháborodik, ha az elesett talpra áll, és ügyesebbnek mutatkozik a nyomorúságban, mint ő maga, aki ebbe a nyomorúságba hivatásszerűen beleszületett. Első évben jól megfértünk Andorással, nyártól tavaszig. Szitta az urakat, akik így elbántak velem. Az újakat, akik kilöktek állásomból, és a régieket, akik nem szorítottak helyet maguk között, és nem segítettek meg ebben az elesettségemben. Irgalmatlanul jól esett neki, hogy szithatta az urakat egy úrnak. Úrfinak szólított, vagy legénynek, csak nagyon ritkán használta a mérnök urat. Elismerte, hogy értek valamit a fadöntéshez, és nőttem egyet a szemében, amikor puskát szereztem. Jó akarattal kezelt, mint valakit, aki ha nem is szénégető mester, de használni lehet a ház körül, ahhoz képest, hogy szegény, csak egy elcsapott úriember. Voltak azonban dolgok, amik még így is bosszantották. Ő például úgy evett, mint az olyan magafajta hegyi emberek általában. Maga elé vette a bográcsot, és fakanállal kanalazta belőle az ételt. Nekünk viszont porcelán tányérjaink voltak, és étkezős előtt Anna fölterítette a rozoga asztalt rendesen, mint odahaza, úri korunkban. Tisztességes, komoly evőeszközök voltak, 12 szemére való. Andorás néha bejött ilyenkor, és gúnyos fejcsóválással nézte azt a számára érthetetlen szertartást, amit különböző méretű tányérokkal és különböző evőeszközökkel végeztünk evés közben. Morgott is néha valamit, hogy tám bizony fánkká változik az a puliszka, hogy úgy esszük, mint a püspökök, meg ilyenféléket. Egyszer azt mondtam nekik, másképpen ízlik az étel, ha rendesen megterített asztalnál eszik az ember. Andorás elhúzta a száját erre, és legyintett. Nem ízlik a szegénység, persze, pedig azt nem lehet ám becsapni ilyenekkel. Igen, Andorást bosszantották ezek a dolgok, hogy én ugyanazt a szegényes ételt nem bográcsból és fakanállal ettem, mint ő. Hogy a vizet pohárból ittam, és nem csicses korsóból. Hogy szalmazsákon fölé fehér gyolcslepedőt húztam. Egy szóval úr maradtam a lóhavason is. Maga az életmódom volt más, mint az övé, és ez bántotta. Mert ő bizonyára így gondolkozott. Itt vanni, ez a szerencsétlen rokon. Semmi a földkerekségen nincs, még egy holnyi rossz kaszálója sem. Kidobták az uraságból, s én ide vettem magamhoz. Dönti a fát. Olyan fadöntő éppen, mint mi. Még csak nem is szénégető mester, egyszerű fadöntő. S amíg nekem jó a szalma között aludni, neki fehér vetett ágy kell. Amíg nekem jó bográcsból enni, fakanállal a küszöbön, addig neki terített asztal kell, porcelánedény, evőeszköz,
pedig ugyanazt a puliszkát eszi, mint én. Az én puliszkámat eszi, amit én adok neki a fadöntésért. És mégsem jó neki úgy, ahogy én eszem. Így valahogy gondolkodott Andorás, csak nem mondta ki. De ott volt a szemében, keze legyintésében, fitymáló mosolyában, amikor a terített asztalunkat nézte, meg egyéb úri dolgainkat. Sértődött volt belül, mert úgy érezte, hogy mindez már nem jár nekem, mivel neki se járt soha. S én most az ő színvonalára kerültem. Tehát alkalmazkodnom kellene a színvonalához. Sértődött volt, mert úgy érezte, hogy jót tett velem, amikor magam ellé vett vadöntőnek, s én mégse akarom elismerni, hogy egyenrangúak lettünk. Azaz nem is egyenrangúak, mivel ő szénégető mester, én pedig csak a fadöntője vagyok. Fadöntő, semmi több. De az igazi sértődés csak akkor következett be, amikor ott lenn az erdő alján fölállítottam a magam kemencéit. Az én szenem jobb lett, mint az övé. Ez természetes is volt. Ő elkövetett olyan hibákat, amelyekről nem tudhatott, mivel a szénégetés elméletével nem volt tisztában, csupán gyakorlatával. Nem akarom itt részletezni, hogy mik azok a hibák, amiket a primitív szénégetők rendszerint elkövetnek, mert ez nem is lényeges. A lényeges az, hogy az én szenem jobb volt, mint az övé, azon kívül megközelítőbb helyen is volt, s így a szenes zsidó, aki feljött a szenet megnézni, jóval több pénzt ígért az én szenemért, mint azért, amit Andorás csinált. Azon kívül kevesebb szene is volt Andorásnak, mert maga kellett döntse és aprítsa hozzá a fát. A zsidó feljött, megjárta a kemencéket, aztán bejött a házhoz, és azt mondta. A lenti szénért ennyit adok, a fentiért csak ennyit. Andorás felhorkant. Hát miért? Mert a lenti szén jobb, és könnyebb a fuvarja, felelte a zsidó. Hogy könnyebb a fuvarja, azt megengedem, makacskodott Andorás. De jobb nem lehet. Pedig jobb. Tán rossz magának az én szenem? Nem rossz az sem, de a lenti jobb. Tán azért, mert azt egy mérnök úr csinálta, mi? Azért. Andorás mérgesen fejébe vágta a kalapot, és otthagyott minket. Én azt mondottam a zsidónak, ide figyeljen, egybe megy az egész, a fenti meg a lenti. A zsidó vállat vont, számolgatott magában, aztán mondott egy középárat a kettő között. Kicsit alkuttunk még, de aztán megkötöttük a vásárt. 12 kemencéből. Ebből 7 volt az enyém, 5 az Andorásé. A zsidó előleget adott, és elment. Andorás csak este került vissza. Itt a pénz, mondottam neki, és elébe tettem az összeg felét, amit a zsidó otthagyott. Micsoda pénz? Mordult rám Andorás, mint a bika, aki döfni akar. Előleg a szénre. Mondott egy csúnyát, hogy mit csináljon a zsidó a pénzével. Erre elmagyaráztam neki az üzletet, hogy egyre másra adtam el neki a kettőnkét, a fentit meg a lentit, egy áron. Andorás nem szólt rá semmit, csak leszegett fejjel elment a ház mögé, s egy idő múlva perelni kezdett nagy hangon Annával, hogy megmondta már 100-szor a trágyát a tehén alól, így meg amúgy. Az Anna visszaszájolt, az öreg ordítani kezdett, Anna sírva hozzám szaladt, s én elvesztettem az idegeimet. Tudja, vannak apróságok az életben, amiket az ember szinte el sem mond, pedig ezek az apróságok sok mindennél fontosabbak talán. Azzal a trágyával már régen baj volt közöttünk. Andorásnak úgyis nem volt tehene.
Csak egy kecskéje. A tehenet és a süldőket mi hoztuk föl. Én építettem meg a pajtát és az ólat. A tyúkokat is mi hoztuk. A tejet és a tojást megosztottuk Andorással. Ezt ő is, mi is természetesnek vettük, hiszen Anna főzött mindnyájunkra. Ezzel szemben Andorás megengedte, hogy a kecskét is Anna gondozza és fejje. Két süldőt eladtunk a télen, kettőt levágtunk magunknak. Azt is megosztottuk Andorással. Mindez természetes volt. Andorás egy nap azzal állott elő, ez tavasszal volt már, hogy a tehén trágyáját ne a pajta sarkába, hanem a pajta mögé vigyük. Ez elég mindegy volt, mert két hetenként amúgy is elhordtam onnan a trágyát, és telepet csináltam belőle a legelőnek abban a sarkában, amit fel akartam számtani az őszön, hogy jövőre valami káposztásféle kertet csináljak belőle. Így aztán gyakran előfordult, hogy Anna mégsem hátra vitte a trágyát, hanem ott halmozta föl a pajta előtt. Az öreg néha morgott rá emiatt, és én ilyenkor fogtam a talicskát, és kihordtam a trágyarakást a telepre. Azon a tavaszon egyre többet morgott. Beleszólt Anna dolgába, rendelkezett, hogy a pajtában vagy a tyúkolban ezt meg azt másképp kell csinálni. Egyre gyakrabban kritizált. Soha sem nekem mondta ezeket, mindig csak Annának, és többnyire olyankor, amikor nem voltam otthon. Tőlem félt. Miért? Azt hiszem, én az ő szemében még mindig a mérnök úr voltam, és megszokta, hogy az urakról csak a hátuk megett, mondjon bírálatot. Egyszer haragjában azt mondta Annának, amíg az én házamban vagytok, ahhoz tartsátok magatokat, amit mondok. A pajtámban nem tűrök rendetlenséget. Erre Anna azt felelte, hogy a pajtát én építettem, s így az nem az Andorásé. Az öreg csapkodni kezdett. Akkor vigye el a mérnök ura bódéját a földemről, de ez az én földem, és itt az lesz, amit én akarok. Aki urat játszik, az ne jöjjön fadöntőnek a havasba. Az igazság az volt, hogy a föld, amelyiken az Andorás háza épült, éppen úgy nem volt az övé, mint az enyém. A föld a közbirtokossági legelőhöz tartozott. Én csak este jöttem föl a kemencéktől, Anna elmondta a dolgot, én legyintettem, nem beszéltünk róla többet. De tudja, az ilyesmi azért megmarad az emberben, meggyűlik. Egyre gyűl a nyelv alatt, mint a keserű nyál. Végül is ki kell köpni. Azon az estén elvesztettem az idegeimet. Anna sírva jött hozzám, és én mindent hallottam, ami hátul a pajtánál történt. Hátra mentem Andoráshoz. Mondja csak, jó ember, mi baja van velünk tulajdonképpen? Kérdeztem tőle. Ha? Horkant föl Andorás, és úgy álltott előttem, mint egy szőrös, fekete vaddisznó. Elismételtem a kérdést. Az ember fújni kezdett, és vörös lett. Össze-vissza kiabált mindenfélét, hogy aki úr akar maradni, az ne álljon be munkásnak, és ne jöjjön a szegény ember nyakára, hogy becsülje meg magát az, aki a más házában él, hogy őt nem lehet ám kitúrni a jussából, mert neki igenis jussa van ahhoz, hogy minden úgy legyen a háza körül, ahogy ő akarja, és vele ne szájaljon egy fehér nép, aki a más nyakán él. Meg e féléket. Tudtam, hogy azért ordít, mert érzi, hogy nincsen igaza. Mert bele akarja lovalni magát a mérgébe, bátorságot akar meríteni a saját hangjából, és el akarja hitetni magával, hogy igaza van. Általában az olyan ember ordít, aki tudja azt, hogy nincsen igaza. Andorás tudta ezt, azonban valahol keserűség volt benne, s ezt a keserűséget nem tudta megemészteni másképp,
mint hogy belelovalta magát egy mesterséges haragba. Én már akkor tudtam, hogy mi baja van Andorásnak, s tudtam azt is, hogy nem élhetünk tovább egy födél alatt. Vas Albert, ember az országút szélén. Vége a hangoskönyv első részének. Kérem iratkozzon fel és kövesse premierjeinket.